Csak egy gyors visszajelzést kérek, hogy látszik-e a vetítés most, ami a programot tartalmazza. Igen. Igen. Köszönöm szépen. Akkor jó estét kívánok mindenkinek. Ez az újabb régészeti eredmények a tatárjárás kutatásában műhely beszélgetés sorozatnak egy újabb alkalma, és ebből az alkalomból, ezen az alkalommal egy másik témát fogunk elővenni. Azok, akik esetleg nem voltak itt az elmúlt alkalommal, ez a műhelybeszélgetés sorozat, ez egy kutatási programhoz kapcsolódik, amely már harmadik évében van, és ez a magyarországi tatárjárás eurázsiai összefüggésekben való kutatását jelenti, számos intézmény és kutató részvételével. A programhoz kapcsolódik egyrészt egy előadássorozat, általában minden hónap legelején szoktunk egy előadást tartani a nagyközönség számára, érdeklődő szakemberek és nagyközönség számára. Már most fogom jelezni, de majd még visszatérünk a program végén, hogy a következő ilyen előadásra december elején fog sor kerülni Veszprémi László előadására. És ezzel párhuzamosan a múlt alkalommal indítottunk egy másik sorozatot, amely nem annyira előadás, inkább műhelybeszélgetésekről szól, hiszen nagyon sok új régészeti lelet van, nagyon sok új régészeti megfigyelés, eredmény van. Nyilvánvalóan ez az a forrásbázis, amelyik a legnagyobb mértékben gyarapodik, és az a célunk, hogy ezeket a legfrissebb kutatásokat, ezekhez kapcsolódó legfrissebb elképzeléseket mutassuk be. Az elmúlt alkalommal a templomokról, egyházas helyekről és azokhoz kapcsolódó kutatásról volt szó, most pedig egy másik tudományterület irányába is nyitunk, ez pedig a kincsleleteknek a vizsgálata, a tatárjáráshoz kapcsolódó kincsleletek és környezetük. Ennek kapcsán egy konkrétan egy új kincslelet bemutatására sor kerül, illetve egy másik régiónak a kérdését vetjük föl, hogy ott egyáltalán mi a helyzet a kincsekkel. Ez kapcsolódik utána Tóth Csabának a hozzászólása, akit felkértünk hozzászólónak, és ahogy a múlt alkalommal is, az rövid beszámolók után hozzászólásokra, vitára, kérdések feltevésére van lehetőség. Akkor én rögtön át is térnék a mai programra, és bevezetésként én egy rövid problémafelvetést szeretnék itt megmutatni, amely elsősorban ugyanezt a kérdéskört próbálja körüljárni, legalábbis, hogy mik azok a főbb kérdések, mik azok a főbb problémák, és akkor most kérdezem, hogy most diavetítés módba megy-e, amit vetitek? Balázs, vissza tudsz jelezni? Nem diavetítés módba megy. Jó, akkor bocsánat, akkor egy még egyszer vissza kell menni a KIH-hoz, valamiért ez most így úgy tűnik, hogy nem működik ezen a módon. Akkor most újra megosztom, és akkor most remélem, hogy működik. Igen. Jó. Tehát akkor az első, amit szeretnék itt nagyon röviden felvázolni, az pedig az, hogy ugye ez a kutatási program az nem csak a magyar tatárjárással kíván foglalkozni, hanem ennek az egész eurázsiai összefüggés rendszerével, és amiért most ezt a térképet megmutatom, az nem annyira az események sora, nem annyira az, hogy más területeken mi történt, sokkal inkább a megjelenítés formájáról szeretnék itt néhány szót ejteni, és majd látni fogjuk, hogy mindez hogy kapcsolódik például a kincsleletek kérdéséhez. Amikor szakmunkákat nézünk,
akkor általában ilyen típusú térképekkel szoktunk találkozni, vagy a birodalom expanziója, vagy a magyarországi tatárjárás kapcsán is. Nem beszélve a történelmi atlaszokban, ez egy nagyon gyakran szereplő megjelenítési forma, ahol azt lehet mondani, hogy egy ilyen dinamikus térképet akartak ezekkel a nyilakkal megjeleníteni, amely elsősorban ez a megjelenítés forma a hadtörténeti kutatásból érkezik, ahol hadseregek, hadcsoportoknak, katonai egységeknek a mozgását kívánták leképezni ezeken a térképeken, és az adott pontokon, helyszíneken bizonyos eseményeket. Ezek vagy ostromok, vagy csatahelyek, vagy valami pusztításnak a helyszíne volt. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jellegzetes formája. Én azért is használom itt ezt a kifejezést, hogy ez egyfajta térkép narratíva. A elmondott esemény sor mellett talán ez az egyik olyan forma, ami a legtöbbet szerepel ezeknél a nagy területekre kiható katonai esemény soroknál. Viszont ennek a mondjuk így térkép narratívának vannak bizonyos következményei is. Én itt megmutatnék akkor egy másik példát, most már konkrétan a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Válogathattam volna számos ilyet, a legkülönfélébb ilyen térképek találhatók szakmunkákban, történeti atlaszokban, és azt kell mondani, hogy az internet elterjedésével szinte burjánzanak ezek, újra színezik őket, egy kicsit átrajzolják őket, és hát nyilván így látványosabb formában jelenítik meg az eseményeket, de hogyha például erre nézünk rá, akkor itt rögtön egy másik elem is megjelenik, ugye ezek a kis várszimbólumok jelzik a sikeresen ellenálló várakat, amelyről ugye egy korabeli szövegünk van, amely felsorolja ezeket a várakat, és ezt próbált itt a térkép készítőbejel megjeleníteni a különböző csapatok mozgásával és a király menekülésével. Én azt gondolom összességében, hogy ez a megjelenítési forma, ez teljesen egyértelműen egy jó forma, szükségszerű, csak vannak bizonyos következményei, és erre szeretnék én nagyon röviden utalni. Ugyanis arról van szó, hogy egyrészt nagyon különböző részletességű ilyen térképek készülnek. Itt például éppen egy olyat mutatnék, amely nagyon sok részletet mutat, sokkal több csapategység mozgás van, mint számos egyéb rekonstrukcióban. De az egyik legnagyobb kérdés mindig az, hogy és mi történt ott, ahol nincsenek nyilak. Tehát a nyilak közötti területen arra kellene gondolnunk, hogy ott nem volt katonai cselekvény, nem volt hadi esemény, illetve ami itt a kérdés leglényegesebb eleme számunkra most, vajon milyen fokú pusztulással számolhatunk. Tehát amikor egy részletes esemény történetet gondolunk egy ilyen térkép mellé, akkor nagyon lényeges azt figyelembe venni, hogy az esemény történetünk az sokszor hiányos, még a legjobb források esetében is. Nagyon sokszor például csak általában beszél eseményekről. Például, ha Rogériusra gondolunk, akkor számos olyan általános megállapítása van sok-sok helyszín pusztulásáról, amihez nem ad helynevet, nem ad időpontot. Ezeken a térképeken nyilván vannak azok a helyek és időpontok vannak fölrakva, amelyre konkrét írott forrásaink van. Most ennek a térkép narratívának, tehát van egy pozitív oldala, hogy egy egyértelmű vizuális megjelenítést hoz magával, és ez a katonai hadtörténeti szempontú ábrázolás szempontjából egy nagyon jól követhető, sokkal világosabb egy ilyet követni, mint egy hosszú szöveges részt elolvasni. Azonban van néhány probléma is ezzel kapcsolatban. Az egyik például, hogy a hipotetikus elemeket nem jelöli. Tehát amikor nem vagyunk biztosak az időpontban, a helyszínben, az esemény jellegében, vagy ahogy említettem, a fehér foltokat
a szírott forrásadatokkal nem egyértelműen bizonyítható helyszíneket nem tudjuk megjeleníteni rajta, és ez nagyon sokszor további koncepciók és hipotézisek kiinduló pontjaként jeleníti meg ezeket a térképeket, amiből már további problémák is támadnak. Ez különösen akkor figyelhető meg, ha pusztítás-pusztulás térképeket nézzük, ugyanis vannak olyan térképek, amelyek ezt is megpróbálták megjeleníteni, és amikor nem konkrét adatsorokra épülnek, hanem valójában az előbb bemutatott, vagy még sok egyéb ugyanilyen típusú térképre támaszkodnak. Ebben az esetben viszont a hiányzó adatok, az üres foltok hatása még sokkal nagyobb lesz, és sokkal félrevezetőbbé tud válni. Erre mutatnék itt néhány példát, és nem a célom nem az, hogy az adott konkrét rekonstrukciónak bármilyen hibáját emlegessem itt, hanem arra, hogy ez egy megközelítési mód, ez egy következtetési forma. Amikor erről beszélek, akkor az ilyen típusú térképekre gondolok, ezek is több helyen megjelentek, amikor ezek a hadi erő mozgások, amelyeket az említett írott források alapján föl tudunk rajzolni a térképre, kiinduló pontként szolgálnak arra, hogy vajon hol lehetett pusztulás. Itt ugye a térkép azt mondja, hogy elpusztított területet. Na most, hogyha ezt megnézem ezt a térképet, akkor ebből például úgy tűnik, mintha az Alföld közepén lenne egy olyan terület, ami körülbelül ugyanúgy nem pusztult el, mint mondjuk a Dunántúlnak az északnyugati része, vagy a Felvidéknek bizonyos területei. Vagy ha úgy tetszik, akkor Erdélyben két sávban lehet követni ezt a pusztulást, és a köztes területen semmi ilyen nem történt. A kérdés az, hogy mennyire tekinthetjük ezeket a rekonstrukciókat hitelesnek, vagy mennyiben ezekre a térképi rekonstrukciókra mennek vissza. Itt mutatnék egy másikat, ez egy más helyen megjelent, de valójában szinte ugyanazokat a területeket jelzi, úgymond pusztítottnak és nem pusztítottnak. A színezés más, a hadmozgások száma nem ugyanaz, másút még más is a rekonstrukció. Ennek ellenére itt talán egy még nagyobb ilyen üres, pusztulásmentes terület rajzolódik ki az Alföld közepén. Most, hogyha ezt például ezt a pusztítás mértéke térképet megpróbáljuk összevetni más adatokkal, gondolunk itt például az okleveles anyagból kirajzolódó elpusztult települések számára és arányára, ezzel a történeti kutatás elég sokat foglalkozott, elsősorban Györfi György végzett ilyen számításokat a történeti földrajz megfelelő kötetei alapján, akkor valami egészen más kép rajzolódik ki, vagy például különösen az úgynevezett fehér vagy zöld foltok területén sokkal jelentősebb pusztulásra lehet gondolni, mint ahogy ezekből az ábrákból gondolná az ember. És hogyha egy másik forráscsoporttal összevetjük ezeket a térképeket, amit én azt gondolok, hogy egy kontroll lehetőségként kell lehet felfogni, ez pedig a kincsleleteknek a kérdése. Ezen a térképen, ahogy szerepel, itt már többféle kincsleletről beszélünk, tehát olyanokról, amiben éremleletekről van szó, tehát csak érmek vannak benne, olyan, amiben érem és ékszer együttesen fordul elő, van tisztán ékszerlelet, sőt vannak vasdepúink is, amelyek jó eséllyel erre a korszakra azonosíthatóak. Ha ezt a térképet megpróbálom összevetíteni például a már emlegetett másik megjelenítési formával, akkor nyilvánvalóvá válik az ellentmondás. Itt például rögtön látszik, hogy az előbb emlegetett Alföld közepi zöld vagy fehér területen hát jelentős számú lelet van, amely mindenképpen pusztulást jelent. A kincsleletek, nevezik most általában kincsleleteknek őket, a régészeti terminológiában és a régészeti koncepcióban mindenképpen valami pusztulás, valami
háborús horizonttal szoktak összekapcsolódni. Most, hogyha ezt a gondolatmenetet tovább folytatjuk, akkor érdemes fölvetni azt a kérdést, hogy ha ez egy kontroll lehetőséget jelent, például a pusztulás mértékének meghatározására, akkor milyen új kutatási lehetőségek vannak, és én itt négy lehetőséget vázoltam föl, amelyikkel mindegyikkel valamilyen módon foglalkozik a mi kutatási programunk, majd mint látni fogjuk, igazából a négy közül a mai alkalommal inkább csak kettőről van részletesebben szó, de érdemes a másik kettőt is fejben tartani. Hát az egyik az a forrásfeltárás, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb számban újabb kincsek felfedezéséről lehet szó, ami persze az esetek jelentős részében véletlenszerű, de éppen a közösségi régészet és a nagyléptékű fémkeresős kutatással ez ma már nem teljesen a véletlent jelenti. A másik része a forrásfeltárásnak természetesen a korábban előkerült és eddig közöletlen kincsek feldolgozása. A másik lényeges elem a kincsek kontrollkutatásában egy forráskritika alkalmazása, ami azt jelenti, hogy ebbe beletartozik az is, amikor visszamegyünk arra a helyszínre, ahol a kincslelet előkerült, és akár modernebb műszerekkel megpróbálunk még további érmeket, még további leleteket fölgyűjteni, amelyek akkor esetleg nem kerültek begyűjtésre. Ebben nagyon látványos eredményeket lehet felmutatni. Vannak olyan kincsek, amelyekben a talált tárgyak száma megduplázódott az eredetihez képest. Másrészt, és ez egy lényeges dolog, az újrahatározás kérdése, ha belegondolunk abba, hogy milyen új kronológiák jelentek meg bizonyos érmek keltezésénél, abba gondolunk bele például, hogy a frizaki dénárok, amelyeknek ugye igen jelentős szerepe van ezekben az éremleletekben, ezeknek a meghatározásában, az értékelésében, ahhoz képest, hogy mondjuk a 20. század elején hogyan keltezték ezeket, igen jelentős változás állt be. Ezek újrahatározása, újravizsgálata, tehát jelentősen módosíthatja a képet. Amiről azonban a mai alkalommal lesz igazából szó, az két dolog, az egyik a kincsek térbeli elhelyezkedése, ez a makrokörnyezet, tehát amikor az egész Kárpát-medence térségében vizsgáljuk azt, hogy hol helyezkednek el kincsek, és ezek vajon milyen mintázatot mutatnak, és esetleg más a pusztulást jelző jelenségek, indikátorokkal együtt vizsgáljuk azokat. A másik, amikor egyes régiókat vizsgálunk meg, és itt akkor már nem csak a kincsekről beszélünk, a mindenféle olyan régészeti leletről és jelenségről, természetesen kiegészítve a történeti forrásokkal, amikor egy kisebb régió, akár egy mikrokörnyezet vizsgálatáról van szó. Tehát, ha ezt a négy dolgot összerakjuk, akkor az jön ki belőle, hogy mindegyikben jelentős és új eredmények várhatóak, amennyiben ezt szisztematikusan és következetesen végezzük, és ez is volt az egyik oka annak, hogy a mai alkalomra ezeket a témákat választottuk ki, hiszen ennek eredményeként ugye egyre növekvő számú olyan jelenségünk van, amit be tudunk vonni a vizsgálatba. Ez a szép színes ábra csak azt kívánja illusztrálni, hogy itt a legkülönfélébb általunk a pusztulás mértékére valamilyen módon jelzésértékűnek, indikátornak tartható jelenségeket tettünk föl térképre, ami így önmagában nem igazán mutat semmit, ez egy zavaros ábra ebben a formában, de hogyha ezeket különböző csoportosításban elemezzük, akkor a térbeli elrendeződésük igenis kirajzolhat érdekes jelenségeket. Itt például olyan régészeti leletek vannak, amik úgymond az újabb jelenségek, vagy az újabban vizsgálandó tárgyak közé tartoznak, tehát nem csak az érem és ékszerleletek, hanem például
liturgikus tárgyak előkerülése is jelzésértékű lehet ebben az összefüggésben, vagy az elmúlt alkalommal részletesen tárgyalt templom körüli gyorsan a tatárjárás idején elkészített védművek közül van néhány föltéve itt a térképre. Éppen a múltkori előadás műhelybeszélgetés során derült ki, hogy hát itt lényegesen nagyobb számú emlékről van szó. Ezeknek az összehasonlító vizsgálata az egyik irány, ami a kincsleletek értelmezésében is segíthet. És hát itt mutatnék egy másik példát, ez már közölt, Romhányi Beatrix-szal közösen készítettünk egy tanulmányt, amiben az egyháza utótagú helyneveket vizsgáltuk sok-sok összefüggésben, és ezen a konkrét térképen egyrészt az helynévtípus elterjedéséről van szó, másrészt a térkép baloldali részén azok a téglalapok, azok a ma is álló románkori templomok elterjedését mutatják meg, és ezt lehet itt összekapcsolni, például, vagy meg lehet nézni a kincsleletek elterjedésével. Ez tehát az egész országra vonatkozó képet árnyalhatja, módosíthatja jelentős mértékben, és akkor itt egy másik elemmel kombinálva ezeket a kincsleleteket, például a váraknak a megjelenése, tehát az 1300 előtt épült azonosítható várak térbeli elterjedése, amely nyilvánvalóan ez is, ha nem is direktben, de indirekt módon jelezheti egy terület pusztulását, hiszen ahol nagymértékű pusztulás volt, ott kevésbé gondolhatjuk azt, hogy mind gazdaságilag, mind társadalmilag van olyan erő, amely nagyszámú vár létrehozását lehetővé teszi. Ez tehát a nagy kép, de ez az, amit nagyon lényeges módon árnyalhat, sőt árnyalnia kell a regionális kutatásoknak. Éppen ezért a mai alkalommal erre hoznánk két példát kollégáink segítségével, az egyik egy új kincslelet segítségével, amely Ceglédberccel ez kapcsolódik, a másik pedig egy új regionális vizsgálat első változata, azoknak a kérdéseknek a fölvetése, amely itt előkerül, a szóba jöhető leletek és interpretációs formáknak a rövid összefoglalása, amely Tolna megye területén és a kapcsolódó részeknél mutatja meg, hogy mi most a jelenlegi helyzet a kutatásban. Én ezzel be is fejezném ezt a kis rövid bevezetést, és én azt gondolom, hogy azokra a kérdésekre, amiket én itt próbáltam jelezni és fölvetni, azokra majd inkább a hozzászólások után térjünk vissza. Én ezt inkább tényleg csak ilyen jelzésértékűnek gondoltam, hogy körülbelül mik azok a problémák, amikről ma szó lehet. Úgyhogy én ezzel át is adnám a szót két kollégánknak, Rácz Tibornak és Nagy Balázsnak, és rögtön itt felhívnám a figyelmet, hogy ebben a beszélgetésben két Nagy Balázs van. Nagy Balázs, aki az ELTE oktatója, és aki a egész kutatási programnak a vezetője, és egy másik Nagy Balázs, aki az ELTE-n szintén jelen van, de mint egy doktori kutatásban, és aki ennek a Ceglédberceli leletnek az érem meghatározásában és a numizmatikai kérdéseivel foglalkozott. Tehát először akkor Rácz Tibor következik ezzel az új kincslelettel. Köszönjük szépen! Lehet hallani? Igen. Oké. És úgy látom, hogy most sikerült megosztani a diát is dialetítési módba. Továbbra sem, de meg... Nem? Hát nálam meg, bocsánat, akkor valami a géppel van probléma. Úgyhogy elindítottam a vetítést, köszönjük szépen a lehetőséget. Hát ugye mi itt a nagy képtől egy kicsit eltérünk, és
egyetlen kincsleletre fogunk fókuszálni, de arra gondoltunk, hogy bevezetésképpen néhány mondatban azért elmondjuk, hogy Pest megyében milyen kutatás zajlik, mert ugye évek óta foglalkozunk mi is a tatárjáráskori kincshorizontnak az egyes elemeivel, illetve az elmúlt években részletesebben Bocsánat, ismert. Tibor, próbálj még egyet, meg volt itt egy javaslat, hogy az F5 az néha csodát tud művelni. Hát az a helyzet, hogy én elindítottam, tehát nálam kivetítve a diasorlát. Jó, akkor maradunk ennél, jó. Aha, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, de jó, akkor okay. Az első diánál vagyunk, mert most akkor már ez is egy kicsit... Az első diánál vagyunk, igen. Jó. Ugye Pest megyében a tatárjáráskori kincsek kutatása a közösségi régészeti program keretein belül zajlik. Ugye ebben a programban sok egyéb mellett egy fémkeresős tagokból álló hálózatot építettünk, és ők önálló kutatás keretein belül derítenek föl régészeti lelőhelyeket, hát néha önálló munkát végezve, néha ugye velünk közösen mennek ki terepre. Ez óriási mennyiségű adatáramlást jelent. Tehát mindenféle korszak elemei megjelennek és befolynak a múzeumba, és a nagy számok törvénye alapján természetszerűleg felbukkannak ebben tatárjáráskori kincsekre utaló elemek is, elsősorban Pest megye alföldi részén. Az a hosszú távú célunk, hogy mindezeket feltárásokkal is kutassuk, és hát nyilván a szakmai érdeklődés mellett ez a tevékenységünk preventív jellegű, ugyanis fennáll a veszély folyamatosan, hogy illegális keresősök is felfedezik ezeket a régészeti lelőhelyeket, lerabolják őket, és ugye vannak olyan helyszínek, ahol tudjuk, hogy már jártak előttünk, de még ilyen esetben is a régészek számára elérhető információk valamit hozzá tudnak tenni a kutatáshoz, bár nagyon lecsökkennek ugye a kutatás számára. Nagyon fontos, hogy ugye régész jusson ki ezekre a helyszínekre, és a legjobb tudomása szerint dokumentálja a kontextust, hiszen előfordulhat, hogy pár év múlva már végérvényesen kiszivattyúzzák ezeket az adatokat az illetéktelenek. Ugyancsak a közösségi régészeti programunk keretein belül neveltünk ki olyan civileket, olyan önkénteseket, akik alkalmasak a precíz feltárási munkára, tehát a bontó munkára, a finombontásra és a dokumentálásra is. Úgyhogy a feltárásainkon önkénteseket és egyetemi hallgatókat alkalmazunk, fizetett munkaerőt nem. Most tovább léptem a második diára. Sikerült? Látszott a változás? Nem, továbbra is az elsőn vagy. És most? Most igen. Jó, hát akkor így fogok lépkedni. Hát ugye az elmúlt években apránként a tatárjáráskor kutatása elkezdett egy önálló projekté válni. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen és többé-kevésbé céltudatosan foglalkozunk a kincshorizont elemeinek a felkutatásával, de nincs elkülönített pénzkerete vagy ütemezett kutatási programja. Van azonban egy deklarált célunk, mégpedig az, hogy minél több kincstelet kontextusát, ásatással megvizsgáljuk és precízen dokumentáljuk. Amit említettem, a fémkeresőzés véletlenszerűen hoz felszínre olyan tárgyi elemeket, amelyek potenciálisan a kincshorizont részét képezik. Van, ahol ennek teljesen egyértelmű jelei vannak, van, ahol csak sejtéseink vannak. Pest megyében van legalább olyan 10 új helyszín, ahol ugye potenciálisan tatárjáráskor kincslelet van a földben, és 4 ilyen kincslelet terepi kutatását, feltárását végeztük el. Tehát hiába van meg a civil és a szakmai érdeklődés, hiába van szakmai és intézményes háttér, ismerünk helyszíneket, van önkéntes segítség, illetve mindenféle egyéb anyagi segítség is. A jelenlegi múzeumi kereteken belül nagyon nehéz ezt kutatási programmá emelni, mert ennél jóval többet igényel egy kutatási program. Alapvetően 2 évente tudunk végezni ilyen feltárást, és hát amikor a körülmények lehetővé teszik, jellemzően hétvégén, saját szabadidőnkben. 2017-ben tártuk fel a Jászkara Jenői kincsleletet, 2019-ben ástunk a Váci Szarvashegyen, a Váci múzeum kollégájával együtt, illetve most 2021-ben kutattunk Cegléd-Bercelen.
az egy hónappal ezelőtti kutatásunkat leszámítva minden eddigi ásatásunkat közöltük, és az eredmények tehát a szakma számára hozzáférhetők. Tehát ez a kutatási projekt tehát egy hosszú kifutású dolog nálunk, az adatgyűjtés folyamatos, és reméljük, hogy előbb-utóbb eljön az ideje, hogy az összegző kiértékelésnek is, de ugye örülnénk ugyanakkor, hogyha az eredmények beépülnének a kutatásba. A mai bemutatómban nem szeretnénk kitérni az előzményeket, tehát az elődeinknek, a kollégáinknak a munkáira, csak az általunk végzett feltárásokra. Ugye, aki foglalkozott tatárjáráskori kincsekkel, tudja, hogy a kincsleletek összetételében, a rejtések körülményeiben mindig vannak hasonló elemek, hiszen a kiváltók az mindig azonos volt, illetve a földberejtés ténye is közös, de minden szituáció különbözik egymástól, tehát nem lehet standardizálni ezeket a kincseket, sem a kontextust. És pont az egymástól való különbözőségek fogják megadni az 1241-42-es eseményeknek a finomabb megismerését, tehát a mikroregionális szintű történéseket, és akár ezen túlmenően az elrejtőknek a gazdasági társadalmi státuszára utaló adatokat, vagy településhálózatra, település hierarchiára utaló adatokat. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a kincsleleteket a szűkebb kontextussal együtt vizsgáljuk meg. Tehát, hogy milyen lelőhelyen van, milyen korszakú leletek jönnek el elő velük együtt, annak az adott településnek, amelyik részén helyezkedik el, mit lehet ennek a településnek az utóéletéről tudni. Tehát ezek mind nagyon jó plusz információk, hogyha később kontextusba akarjuk helyezni a kincsleleteket. És ugye hát idővel, hogyha ezek a feltárások megtörténnek, jó lenne egymással is összehasonlítani az eredményeket. Most röviden arról, hogy hol kutattunk az elmúlt években, ugye Jászkara Jenő volt az egyik első helyszín, illetve volt Dabas-Gyónon egy rövid kis kutatásunk, ahol néhány fizahi érme utalt egy tatárjáráskori rejtésre, de jóval fontosabb benne Jászkara Jenő, itt a megtaláló fémkeresős helyi lakosoktól szerzett tudomást a kincsleletnek a létezéséről, majd az intézményünk megbízásából végzett fémkeresős kutatás folyamán, tehát hónapokig tartó kutatás folyamán találta meg a helyszínt, a lelet együttesnek a helyét, ezután mi hitelesítő terepjárásokat végeztünk több vízben, és ugye sikerült egy ismert lelőhelynek a kiterjedését módosítani ezáltal, kiderült, hogy teljesen máshogy néz ki a régészeti lelőhely, mint ahogy arról tudomásunk volt, és magába foglalta ennek a kincsleletnek a helyét is, illetve hát kiderült, hogy ennek az Árpád-kori településnek a perifériáján helyezkedett el a kincslelet, és hogy a falu nem pusztult el az Árpád-korban, hanem a késő középkorban egy gazdag, nagy kiterjedésű település volt, ahol még a késő középkorban is lehetettek el éremkincset. Ennek az éremkincsnek az összetételében 172 frizahi denár volt, hát ennek körülbelül a felét találták meg az előzetes kutatás során, a másik része már a feltárás során került elő. Itt ugye egy leletmentő feltárás végeztünk 2017 novemberében. Nyilván az volt a cél, hogy a kontextust megismerjük, és itt is egyértelmű volt a leletek szóródásában, hogy a szántás húzta szét egy észak-nyugat-délnyugati irányban szelvényeket is eszerint rendeztük el. Teljesen lefettük azt a felületet, ahol ezek az érmek előkerültek, viszont a feltárás során ugye nagyon mélyre kellett ásni, hogy a régészeti objektumok kerüljenek elő. Kiderült, hogy az éremkincset egy ennél magasabb szinten, tehát ilyen 30-40 cm-es mélységben helyezték el, és az eredeti kontextus már a szántást tönkretette, tehát nem találtuk meg azt a földben élő objektumot, ami magába rejtette a kincsleletet. Nagyon sok érdekes lelet jött még elő ebben, itt látható egy alaprajz a kutatásunkról, illetve az előkerült leleteket, ez a kis pohár egy régészeti objektumból került elő, amiben ugye 13. századi leletek voltak még, de ennél érdekesebb az a fémanyag, ami még előkerült, egy köpűzáródású ezüstkarika ékszer. Ezen a szokásos ilyen ék alakú rovátkalás látható díszítésként van egy gránátköves elektrongyűrű, kis kerekmetszetű vékony húzalkarikával. Ez törött volt már valószínűleg a földbekerülés során is, illetve hát ez a gránátkő, ez egy különlegesebb darab, egy hordalékos folyó vagy patakmederből származó kő, három nagy buborék zárványjal, azt mondják, hogy ez viszonylag nagy értéket képvisel, magyarországi vagy csehországi eredetű.
illetve előkerült két áttört gyöngyös arany karikaékszer, amelyeket ilyen vastag aranyes végű karikákra húztak, ez ilyen filigrán és granulációs technikával díszített. A kopásnyomok vannak rajta, tehát használták őket. Nyilvánvalóan a korabeli aktuális divatot jeleníti meg számunkra, itt az egyik gyöngyben találtunk textil maradványokat is, tehát ezeket valószínűleg felfűzve hajban hordták, hajba fonba hordhatták. A másik kutatásunk 2019-ben zajlott le, a Váci Szarvashegyen itt egy hobbi fémkeresős talált a Naszály-hegy északi oldalában egy magyar, kölni, trír és vizafi denárokból álló éremleletet. A barátait értesítette erről az éremkincsről, nem a múzeumot, ott még további fémkeresős kutatást folytattak, majd egy idő után behozták a leleteket a múzeumba, ezután végeztünk terepbejárást, illetve hitelesítettük ezt a régészeti lelőhelyet, majd hosszas engedélyeztetési folyamat után tudtunk tervásatást végezni, és ugye akkor hitelesítettük a helyszínt. Erről egy ilyen alaprajzot tudok mutatni. Kiderült, hogy négy különböző rejtésről volt szó, volt két vasdepó lelet, illetve két egymástól különböző éremkincs. Hát a vasdepó leletben ortókapák, fejszék voltak, illetve Balázs majd be fog számolni, hogy milyen érmék voltak. És ugye ez a környezet a természeti környezet miatt nagyon érdekes, tehát egy egyedi helyszín, ugyanis egy menedékhely lehetett. Látják is az alaprajzon, hogy itt a barlang található a sziklában, egy sziklába mélyedő üreg, ahol egy család meghúzhatta magát vész esetén, és a tervásatásunk is, ugye három szelmény nyitottunk a barlang előterében, az bizonyította, hogy itt egy ideiglenes megtelepedéssel számolhatunk. Tehát előkerült néhány tűzhelyre utaló nyom, nagyon kevés kerámia töredék, tehát nem annyi, mint amennyi egy településen szokott előkerülni, hanem mindösszesen 3-4 fazékhoz tartozó töredékek, ezek a barlangban is voltak, illetve a barlangon kívül is, tehát a barlangban is sikerült megfognunk a megtelepedés és az életvitelnek a nyomait. Igen, látható néhány lelet a feltárásból, és igazából rátérnék a mai témánkra, ez a Cegléd-Berczel Lucertanya éremkincs feltárása. Itt egy hónappal ezelőtt, október 23-24-én voltunk kint. Egy korábban ismeretlen, köziteles nyilvántartásban nem szerető régészeti lelőhelyről van szó. Varga Imre szerződéses fémkeresős munkatársunk talált kutatás során frizati denárokat és két köpüs karikaékszert 2021. januárjában. Majd több ízben visszament a helyszínre, természetesen ugye azonnal értesített bennünket a leletek előkerüléséről, és a mezőgazdasági munkák után mindig begyűjtötte azt a néhány érmét, ami előkerült. Ezeknek az előkerülési helyét rögzítette GPS műszerre, így ezeknek a szóródását a térképre tudtuk vetíteni. Sajnos a folyamatos múzeumi elfoglaltságok és a restaurálás anyagi fedezetének az előteremtésének a nehézségei miatt ugye csak most októberre tudtuk megszervezni a tervásatást. És ezen a tervásatáson múzeumpedagógus kollégáink javaslatára és segítségével egy gyerektábort is szerveztünk. Különböző korú gyerekek vettek részt, és ugye a foglalkoztatásukhoz megvolt a megfelelő pedagógusi háttér is. A diákok kaptak egy kis oktatást, történeti ismereteket, régészeti módszertani ismereteket, illetve a fizikailag is részt vettek a bontásban. Tehát ez a kutatás legalább olyan mértékben volt ismeretterjesztő, nevelő célzatú, mint amilyen mértékben a tudományos megismerés szolgálta, illetve hát ugye preventív jellegű volt. A diákokon kívül természetesen önkéntesek vettek részt nagy számban az eseményen, volt egy egyetemi hallgató, Vázmány Péter Katolikus Egyetemről, a múzeum részéről pedig 5 régész kolléga, illetve egy külsős kolléga is csatlakozott hozzánk. Az első nap mintegy 50 fő, második nap mintegy 40 fő segített a bontásban, és külön ki is szeretném emelni a helyieknek a lelkes segítségét, pozitív hozzáállását, és a földtulajdonosnak is a rendkívüli segítségét. A helyszín, Cegléd-Berce külterülete, ez a Gerje pataktól délre található, mintegy 450 méterre, teljesen sík felületen. A helyszínnek a délnyugati oldalát, a délnyugati oldalán található egy Natura 2000-es mocsaras terület, a délkelet és északnyugati oldalán erdők, telepített erdők vannak, a Gerjepatak felé nyitott ez a terület, és további művelés alatti részek találhatók.
az első katonai felmérésen az látszik, hogy a Gerjétől délre, Ceglédre vezető út, nem tudom, a nyillal mutatom, konkrétan ez az út áthalad ezen a régészeti lelőhelyen, és nem volt ismert korábban ez a helyszín, tehát látszanak ezek a korábban, vagyis a közhiteles nyilvántartásban lévő lelőhelyek is, nem messze innen. Hát ugye a feltárás során a szántóban is végeztünk a kutatásokat, tehát bebókláztunk, cserepet gyűjtöttünk, illetve fémkeresőztünk is, előkerült néhány érdekesebb fémlelet, ez az ólomkereszt, illetve egy csuklóskarú mérleg. A régészeti lelőhelyet azonban ez alatt a két nap alatt, ugye a hétvégén dolgoztunk, nem tudtuk lehatárolni, és most a termény miatt még mindig nem tudjuk, tehát ehhez vissza kell majd mennünk tavasszal, és akkor még a lelőhelyről további adatokat szeretnénk fölvenni, többek között további leleteket is szeretnénk gyűjteni. A pénzek szóródása alapján jelöltük ki a szelvényeinket, alapvetően 4 szelvénybe gondolkodtunk, ugye ezeknek a számát később növeltük. Ezek 5x4 méteres szelvények voltak, és nyilván a bontás előtt fémkeresőműszerrel jó alaposan megnéztük ezeknek a felszínét. A 4 szelvényben egyszerre kezdtük meg a mélyülést, ugye volt rengeteg ember, aki nekünk ebben segíteni tudott, és hát tulajdonképpen az egész talajréteg nem volt vastag, 30-45 cm volt, ilyen laza, szürkés-barna, homogén réteg, és az altalaj szintjéig nem változott sem a színe, sem az összetétele, sem az állaga, tehát körülbelül 2 ásványom volt minden szelvényben a mélysége. A 4 szelvény mellett ugye már az első napon megnyitottunk egy 5. szelvényt, ez a 3. szelvényünktől délnyugatra látható, itt a kis indexképen mutatom, nem bocsánat, ez volt az, egy 5. szelvényt, hát ebben már kevesebb érme került elő, mint egy 3 darab, illetve előkerült egy vaskulcs, illetve kerámia töredékek voltak még az alján. Itt a fotón látható kis fehér jelecskék, ez az érméknek a szóródását jelzik, amelyeket ugye az első ásványom után fémkereső műszerrel érzékeltünk. A szelvényrendszertől délnyugatra nyitottunk egy további szelvényt, ez volt a 6. szelvényünk, erről Balázs meg kicsit részletesebben fog beszélni. Itt egy nagyon erős fémjelet érzékeltünk, és rábontottunk, és a rábontás után egy csoroszja került elő a beásásból, és meg akartuk ismerni ennek a kontextusát egy kicsit később, tehát a 2. napon egy ilyen nagyobb szelvényé szélesítettük, hogy a kontextust tisztázni tudjuk. Ez lett a 6. szelvényünk. A csoroszja alatt egyébként előkerült egy lóvakara, egy kengyel és egy láncszem, és ez is valószínűleg egybefüggött az előző rejtéssel. Hát a vasak ugye nagy részt a humuszban voltak, tehát nagyon nehéz volt itt a beásást megfigyelni. Ugye rengeteg önkéntes volt, és nem nagyon találtuk meg az éremkincsnek a magját, viszont ugye azt szerettük volna, hogy minél nagyobb felületen megfogjuk az éremkincs szóródását, ezért még további szelvényeket is nyitottunk, ez volt a 7. szelvény, illetve még egy fél szelvényt, egy 8. szelvényt is nyitottunk, itt a kis indexképen látható, tehát ezekről a részekről van szó, illetve hát majd nyilván egybe is nyitottuk a szelvényeket, elbontottuk a tanúfalakat. Hát innen már nagyon-nagyon kevés érme jött elő, illetve hát néhány egyéb fémtárgy is, például egy gomb. A módszerünk az az volt, hogy egyszerre bontottunk a szelvények teljes területére kiterjedően, több szelvényben, és ugye ásonyomonként haladtunk lefelé, és az első ásonyom lemélyítése után megnyestük a szelvények felületét, fémkereső műszerrel érzékelt érmék helyét bejelöltük. Nyilván már az első ásonyomból is jöttek érmék, de minden egyes érmét RTK műszerrel bemértünk, illetve mikor így kirajzolódott az első ásonyom utáni felület, bejelöltük ezeket szépen, és a leleteknek a szóródását ilyen felszínfotókkal, meg drónfotókkal is rögzítettük, illetve bemértük mérőműszerrel. A leleteknek a sűrűsödése a 3.-4. szelvényekben volt leginkább megfigyelhető, és jellemző módon a szántás irányával megegyező hosszúkás ekenyomóban jöttek elő a pénzek, illetve a 2., 3. és a 3.-4. szelvények közti tanúfalakban is voltak érmék,
nagyobb számban, hát próbáltunk ugye ezekről in situ fotókat is készíteni a mérések mellett, de ugye feltételezésünk az, hogy az összes érmen már bolygatott helyzetű volt, tehát nem fogtuk meg a kincsletnek az eredeti helyen lévő részeit, és azt feltételezzük a legnagyobb valószínűség, hogy a harmadik, negyedik és az ötödik szelmény területén lehetett valahol az EK által szétszántott kincslelet. Egyetlen szelvényben sem találtunk régészeti objektumot, tehát itt látszik, hogy lepucoltuk, lementünk ugye a sárga altalaig, átnyestük alaposan. Tehát szórványleletek voltak, szórványkerámiák voltak, ezért mégis igazából felszínrajzot, metszetrajzokat nem kellett készítenünk, a szelvények sarokpontjait bemértük, és ugyanígy minden egyes érmét és minden egyes kerámia töredéket, ami előkerült a felszínbe, ezeket bemértük. Az éremkincs rejtési helyére utaló beásást, régészeti jelenséget nem találtuk meg. Valószínűleg nem rejtették túl mélyre, a felszíntől számított 20-30 cm lehetett, és mivel nem is találtunk objektumot a környéken, tehát valószínűleg ez is a településnek a perifériáján lehetett, és valószínűleg septében ásta el a tulajdonosa. Összesen 61 érme került elő az ásatáson, ezt majd Balázs pontosítani fogja. A megtaláló is előzőleg valami 63 érem törett, érmét adott, de kiderült, hogy több töredék összetartozik, tehát ha jól számoltuk, akkor 121 érme került elő, illetve a vasdepó lelet. És ezzel én átadnám a szót Nagy Balázsnak, hogy a leleteket ismertesse kicsit részletesebben. Köszönöm szépen a szót. Megpróbálom megosztani majd mindjárt a diámat is. Sikerült, látható nagyban. Igen. Jó, szuper. Na, tehát igazából én itt ugye egy rövid kutatástörténeti összefoglalót is szeretnék majd adni, itt konkrétan a numizmatikai szakanyagra vonatkozóan, illetve térképre fogom vetíteni azokat a leletegyütteseket, amiről már Tibi is beszélt, tehát látható lesz, hogy hol vannak azok az érem és kincsletek, amelyek feltárásra várnak, melyek azok a helyek, illetve hát egy olyan hely van, ahol sikerült a régi feltárásnak a helyét azonosítani, és újabb pénzekkel az onnan előkerült leletanyagot gazdagítani, illetve azt is látni fogjuk, hogy nyilván ez a négy lelőhely, amiről már Tibi is beszélt, ezek konkrétan hol helyezkednek el, és hát természetesen az előadásnak ugye itt most az apropója az a ceglétberceli kincslelet és vaseszközlelet, amiről egy kicsit részletesebben is, vagyis hát megpróbálok teljes részletességgel beszélni, de el kell mondjam, hogy azért ez leletanyag ez egy hónappal ezelőtt került elő, tehát a kutatás még azért elég kezdeti állapotában tart. Illetve hát a végén egy kisebb összefoglalást szeretnék majd itt vázolni arról, hogy milyen lehetőségek, célok vannak, és hogy mi magunk is milyen irányokat szeretnénk majd a datárjárásba még kutatni. Tehát az ismert datárjáráskori lelethorizont ismét bővült egy állomással, amit a Ceglét-Bercen feltárt kincslet és vaseszközlelet jelent. Ugye itt a dián láthatjuk a vaseszközleletnek az elhelyezkedését, illetve a kis keresztek azok a pénzeknek az előkerülését, sűrűsödését jelölik a térképen. A következőkben arról fogok beszélni, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a szántott, bolygatott rétegben szétterülő érem és kincsletekből. Fontos kiemelni, hogy nem egyedi jelenség az, amit Ceglét-Bercen tapasztaltunk. Legyen szó a tatárjárásról vagy más korszakról, az eddigi feltárási eredmények általános következtetések levonására alkalmasak. Tehát amikor a felszín közelében egy kis területen legfeljebb 30-15 méteren belül leletkoncentrációt találunk, az érem vagy kincsleletre utal. Ezt igazolhatják az előkerült tárgyak mennyisége, illetve azoknak homogenitása is. Ez a következtetés talán nem is meglepő, a jelenséggel szoros párhuzamba állíthatók például a kiszántott sírok. Tehát már a feltárás előtt tudhatjuk, hogy mivel állunk szembe, és mit találhatunk. Így nemigen kell azt sem várni, hogy az altalajba ásva a szántott réteg alatt
akár egy kerámia edényben, vagy egyéb tárolóeszközben további leleteket találunk. Nagyon ritkán lehet közvetlenül a szántott réteg határán bolygatatlan régészeti jelenséget dokumentálni. Itt említhetem példaként a kiskunmalsai Jonatermálnál talált érem és kincsleletet, ahol a leletegyüttesek részben bolygatott körülmények között, de összefüggéseiben rekonstruálható régészeti jelenségek mellett kerültek elő. Ceglédberccel érdekessége, hogy a kincslelet szóródási szélétől alig 8 méterre egy vaseszközlelet is előkerült. A tatáréráskori horizonthoz tartozó leletegyüttesek esetén hasonló összefüggések mutatkoznak például a kokáért a legutóbb feltárt Vác-Szarvashegyi tatáréráskori éremleletek környezetében is, ahol két különálló vaseszközleletet is találtunk. Mindkettőben egy-egy ortó vagy írtókapa mellett egy-egy fejsze volt. Szóval ez a jelenség nem mondható egyedinek, viszont mielőtt belemennénk a ceglédberceli leletegyüttesek elemzésébe, nézzük meg, hogy milyen egyéb megfigyeléseket tehetünk a felszín közeléből előkerült leletek alapján. Előkerültek még egyéb árpádkori leletek is, mint kerámia töredékek és egy kisméretű ólom mellkereszt, mely tártípusokat legutóbb Langó Péter foglalta össze Pest megye újabb árpádkori mellkeresztjei címmel. Az előkerült kereszt pontos párhuzama alig másfél kilométerre található, amit a Ceglédberccel Gerjepart nyilvántartott régészeti lelőhely közvetlen közelében Kosztolányi Gyula talált. Továbbá egy csukloskalú mérleg töredéke is, mely tárcsoport kapcsán legújabban Rosta Szabolcs árpádkori kézi mérlegek Péter Monostorán címmel írt tanulmányt. A tatáréráskori lelethorizonthoz kapcsolódhatnak magyar és külföldi pénzek is. A korszak pénztörténeti szempontból nagyon izgalmas, akár a magyar, akár a külföldi pénzeket vizsgáljuk. Ez utóbbi esetén abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy előttem már több kutató is összefoglalta a korszakról alkotott ismereteinket. Ha nagyon régre megyek vissza, akkor azt mondhatjuk, hogy ismereteinket Hóman Bálint Magyar Pénztörténet 1000-től 1325-ig című munkája alapozza meg, illetve Arnold Lushin volt, aki elsőként katalógusba rendezte az úgynevezett frizahidanárokat. A külföldi pénzek vonatkozásában cizelláltabb munkát végzett Gedai István és Pól Artúr is, később pedig Székely György a frizahidanárok és a magyar veretek kapcsán is fontos megfigyeléseket tett. A magyar pénzek messze menő keltezési kérdései kapcsán az utóbbi időben meglehetősen sok kutató írt tanulmányt, ide kell soroljam jómagamat, Gyöngyösi Mártont, Körmendi Tamást, valamint Újszászi Róbertet is. Bár a kronológiai kérdésekhez támpontot adó publikációk korán sem oszlatják el a keltezési kérdéseket, sőt, inkább bővítik, mégis azt látjuk, hogy a 2020 évben megjelent Magyar Pénzek katalógusának harmadik kötete számos megváltoztatott adatsorral szolgál. Úgy tűnik, a szerzők biztosan tudni vélik, hogy az összes eddig harmadik Bélához sorolt lemezpénzünk negyedik Béla pénzkibocsátásához köthető, de a második András pénzveréséhez kötött típusok egy része is negyedik Bélához került. A tatárjáráskori érem és kincsleletek kapcsán elvégzett feltárásokat szinte minden esetben a rohamosan fejlődő mezőgazdasági művelés fémtárgyakra gyakorolt romboló hatása miatt volt indokolt elvégezni. Így a leletcsoport napjainkban megfigyelhető intenzív előkerülési hullámát két tényező együttállása idézte elő, ami nem mással, mint az intenzíven fejlődő mezőgazdasági gépek földre gyakorolt hatásában és a közösségi régészeti egyesület önkénteseinek Pest megyei lelőhely felderítő munkájával áll szoros összefüggésbe. Az anyagi források hiánya miatt a 12 helyszínhez tartozó leletegyüttesből ez idáig összesen 4-et sikerült megmenteni. A ceglédberceli kincslelet elemzése kapcsán olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nincsenek benne magyar pénzek, így a kutatástörténet szintjén emlegetett problémakört a továbbiakban nem nagyon kell feszegetnem. A kincslelet a köpüs ezüst karikákon kívül 121 darab frizahidenár tartalmaz. Mielőtt belemennénk az éremanyag részletezésébe, tegyük fel azt a kérdést, hogy miként kerültek az árpádkori magyarokhoz ezek a külföldi pénzek, illetve hogy milyen célt szolgáltak.
Itt kell említenünk Egon Baumgartner munkáját, aki a fizahi pénzek történetét négy időszakra különítette el. A korai időszakot 1125 és 1168 közé teszi, az eriacenzi szveretek korát 1168 és 1200 közötti időszakra határozta meg, az 1200-tól 1246 és 50-ig tartó bő 50 évet a frizahi pénzverés virágkorának tartja. A tatárjáráskori leletegyüttesek általában a második és a harmadik időszak pénzeiből tevődnek össze, de olykor a korai időszakból származó veretek is megtalálhatóak. Itt azonban visszautalnék Egon Baumgartner munkájára, aki megállapításaival azt is mondja, hogy a frizahi denárok virágkora és forgalma túlmutat a Magyarországot ért tatárjáráson. A külföldi pénzek kb. 30-40%-kal több ezüstöt tartalmaznak, míg súlyuk 2-3-szor több volt, mint a magyar denáré. Paul Arthur véleménye szerint ezek a pénzek úgy kerültek Magyarország területére, hogy a 12-13. Századi európai városok népsűrűsége növekedésnek indult, és a hirtelen megnövekvő központi igényeket a vidéki településeknek kellett kiszolgálnia. A kereskedők csak hamar megtalálták a magyar marhát, és saját lábukon hajtották ki őket az országból. A tenyésztők ellenértékül természetesen a térség meghatározó pénzét, a frizahi denárt fogadták el, ezért a kereskedők útközben pénzüket frizahi denárra váltották. Vagyis a kereskedők pénzeinek összetételét a pénzváltók birtokában lévő típusok nagy mértékben befolyásolták. Bár valamilyen szintű belső forgalma a frizahi denároknak a magyar királyság területén biztosan volt, az érem és kincsleletek alapján mégis azt mondhatjuk, hogy ezeket a vereteket az emberek többsége félretette, tartogatta. Amennyiben innen közelítjük a leletegyütteseket, úgy kapásból értelmet nyer, hogy miért van az, hogy egyesekből alapvető típusok hiányoznak, illetve az is, hogy az áródási idő, illetve a verdehely szerinti megoszlás sem egységes. A leletek zöme ugyanis 1230 és 1241 között záródik, de megfigyelhetők korai záródásúak is, melyekben az utolsó veret 1210 és 1230 között készült. A frizahi denárok magyarországi jelenléte egyre finnyásabbá tette a lakosságot, és a magyar pénzek kereslete fokozatosan háttérbe szorult, ami egyben a magyar pénzek forgalmának lassulásához vezetett. Ezt a képet az érem és kincsleletek is tükrözik. A lakosság megválogatta, hogy mely magyar pénztípusokat tartja meg. Amennyiben ez nem így lett volna, úgy a leletegyütteseknek a magyar denárok viszonylatában sokkal színesebb képet kellene festeniük. Viszont azt kell mondanom, hogy a teljes lelethorizontból összesen 7 típus és 48 denár sorolható II. András pénz kibocsátásához, míg 3 típus és összesen 3 veret az, ami IV. Béla pénzveréséből származik. Bár tudjuk, hogy a pénzek évenkénti beváltása kötelező volt, az elmondottakból azonban jól látszik, hogy a lakosság a törvényi előírásoknak nem igazán kívánt megfelelni. Amennyiben megnézzük ezeket a külföldi pénzeket, úgy látjuk, hogy az előlapjukon általában a világi vagy egyházi hatalom jelenik meg, míg a hátlapot leggyakrabban keresztény tartalmú üzenettel ruházták fel. A berceli feltárás egyik érdekessége az volt, amikor több alkalommal is sikerült megfigyelni, hogy az azza szerkezetű homokos talajban a pénzek többségében élükön vagy attól néhány fokkal oldalra dőlve álltak. Ezért volt az, hogy a fémkereső ezeket csak kb. 10-15 cm-es közelségből tudta kijelezni. Ez a jelenség valószínűleg a földművelés módjával állhat összefüggésben. Az érmek között a legkorábbi veretet első Eberhard vagy második Konrád pénzkibocsátásából származik, amit 1147 és 1168 között a frizahi verdében készítettek. Az eriacenzis veretek korából, azaz 1170 és 1200 közötti időszakból 8 denár származik, míg 112 ezüst pénz az úgynevezett virágkorban készült. Összehasonlításként hoztam a felsőkarai és a váci leletegyütteseket is. Amennyiben részletesebben vizsgáljuk a leletegyüttesek időbeli megoszlását, úgy azt mondhatjuk, hogy egy általános érvényű statisztikai mintázat rajzolódik ki, ami által láthatóvá válik, hogy a lelethorizonthoz sorolható veretek túlnyomó többsége az 1220 és 1230 közötti időszakból származik.
1230-tól a tatárjárásig a leletegyüttesek összetételében már jelentős visszaesés mutatkozik. Ritkábban, de előfordul, hogy a leletegyüttes a tatárjárást megelőző évben, azaz 1235 és 1241 között záródik. Amint már említettem, a frizahi denárok virágkora jóval túlmutat a tatárjáráson. Ez a megállapítás ebben az esetben azért nagyon fontos, mert a leletegyütteseket elemezve megállapíthatjuk az ide érkező pénzek forgalmának intenzitását, vagyis, hogy 1241-ben a legfrissebb veretek milyen mennyiségben vannak jelen a teljes éremanyaghoz viszonyítva. A záródási évet alapul véve azt mondhatjuk, hogy 1230 és 1241 között vert pénzek a leletegyüttesek csupán 5-10%-át teszik ki. Mit is jelent ez? És ezzel a gondolattal utalnék csak vissza a magyar denárok és a lemezpénzek keltezési problematikájára. Figyelembe kell venni azt, hogy akkor, amikor egy fizetőeszköz egy egész ország területét már meghódította, és még ekkor sem rendelkezik olyan intenzív pénzforgalommal, hogy az 1230 és 1241 közötti időszaknak a veretei dominálni tudjanak, akkor azt miért várjuk el az amúgy is háttérbe szorított magyar veretektől? Az 1200 és 1241 között készült veretek esetén érdemes vizsgálni a Verdehely szerinti megoszlást. Itt is általánosságok figyelhetők meg, mégpedig, hogy a legtöbb pénzt a frizahi, a szentvejti, valamint a pöttaúi Verde adja. Ha a ceglédberceli éremleletet szeretnénk, ceglédberceli kincslelet értékét szeretnénk meghatározni, és itt csak nyilván a pénzekre gondolok, akkor azt mondhatjuk, hogy ez 0,6 frizahi márkának felel meg, amin kicsit több, mint 2 marhát lehetett a maga korában vásárolni. Ugye itt egy vaseszközlelet is előkerült, amiről már beszéltem. Ezt a vaseszközleletet jól látható, hogy a szántás nem bolygatta. Ennek ellenére beásási nyoma egyáltalán nem rajzolódott ki. A legfelső tárgya képen látható csoroszja volt, alá pedig kisebb méretű vastárgyakat helyeztek el. Itt volt egy kengye, egy lóvakaró, 2 láncszemtöredék, illetve 2 kvarcitkavics is. A lóvakaró párhuzama például Tápió Györgye Illikepartról ismeretes, a kengyelé pedig Rákosról. Összefoglalva véleményem szerint, illetve Tibor is valószínűleg ezzel egyetért, a ceglédberceli kincslelet és a környezetéből előkerült tárgyak egy tulajdonosi kört feltételeznek, akik a tatárjárás alatt 1241-ben vesztették életüket. És ezzel az eddig ismeretlen második Eberhard verettel szeretném megköszönni a figyelmet. Köszönöm szépen ezt a részletes mindkét vonatkozásra kiterjedő beszámolót, és akkor most a korábbi gyakorlathoz hasonlóan tovább mennénk, és akkor megkérném Kánémet Andrást, hogy ő pedig a Tolna megyei kutatásokról számoljon be, és ezt követően lesz majd lehetőség kérdések és megjegyzések megtételére. Köszönöm szépen. Pillanat, próbálgatom a diát, hogy működik-e. Igen, működik. Igen. Hát én is... Tiszteltek, köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Kicsit visszakanyarodva Jóska bevezető szavaihoz, az én előadásom nem kincsletekről fog szólni, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy Tolna megyében eddig ének nem kerültek elő, aminek lehetnek részben kutatástörténeti okai, illetve hát az egykori valóságot, illetve az országrészek közti különbséget is tükrözhetik. Hozzá kell tennem, hogy a tatárjárással szisztematikusan jómagam sohasem foglalkoztam. Igazából ez egy viszonylag friss megkeresés volt Jóska részéről, hogy vannak-e akár csak szorványos adatok, amelyekből valamilyen kép kirajzolható a régió történetéről, hiszen ez pont egy olyan terület, ami ugye szintén visszautalva a bevezető szavakra, a nyilak közti terület tipikusan, tehát a nagy narratívákba általában nem szerepel, vagy csak úgy, hogy a Duna mentén lerohantak a tatárok, amikor kivonultak az országból, és ugye hát ez Tolna megye
Dunamenti sávját is érintett. Tehát, mint látni fogjuk, azért ez valóban tükröződik, de ezen kívül is van azért néhány kisebb adat. A előadásom vázlatát tettem föl egy diára, hogy látodjon azt, hogy milyen típusú adatokkal tudunk dolgozni, és azt gondolom, hogyha ezek a fajta adatok minden régió vagy megye vonatkozásába össze lennének gyűjtve, olyan területek vonatkozásába is, amelyeket nem érintett olyan látványosan a tatárás, mint mondjuk az alföldi területeket, akkor azért nagyon sok hasznos adattal tudnánk hozzájárulni az országos, a tatárás országos történetéhez. Ezeket én nem is olvasom föl, és még előre elnézést azért, hogyha viszonylag kevés lesz a kép és több a szöveg, ennek hát ilyen technikai meg objektív okai vannak, egyszerűen az idő hiány, de tervezem azt, hogy mindezt majd egy tanulmányba összefoglalom, ahol reményeim szerint a bemutatott dolgok kicsit bővebben lesznek képpel is ábrázolva. Kutatástörténetről nem fogok részletesen beszélni, csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy két éremlelet van Tolna megyéből közölve, tehát ami ismert. Egyébként ugye ez az alacsony számot ahhoz képest kell nézni, hogy Nagy Balázs nemrég megjelent összefoglalásából, aki a Dél-Dunántúl hasonló éremleleteit foglalta össze. Tudjuk, hogy a Tolnánál jóval nagyobb Somogy megyében is mindössze kettő tatáráskori éremlelet van, Baranyával pedig négy. Itt ezeknek a cikkeknek a címlapját hoztam, illetve tatárjárásra keltezett elpusztult települést eddig egyet közöltek, vagy egyet határoztak meg kifejezetten erre a korra, ez Dunaföldvár Lóhegy, az M6-os autópálya ástásából, amelyet Szilágyi Magdolna közölt. Majd látni fogjuk, hogy ennél azért több van, de a tatárjárással való keltezés ezek esetében nem történt meg kifejezetten. Hát írott forrásokkal elég szűkösen állunk, azt az egyetlent, amit én ismerek, azt ide föl is vetítettem magyar fordításba, a cikádori ciszterci apátság pusztulásáról van szó, amelyet az események után több mint 100 évvel Töttös mester pénzadományából sikerült helyreállítani, ugye kiemeltem itt a fontosabb részeket. Tehát Bátaszék ugye belterületén fekszik a Magyarországon elsőként alapított ciszterci apátság, tehát ennek a pusztulásáról ugye a Dunához viszonylag közel írott forrásunk is van. Akkor most nézzük ezt a két éremletet. Nem vagyok numizmatikus, tehát csak röviden le pörgetem az adatokat, mind a kettő fel van dolgozva. Itt két eltérő nagyságú éremletről van szó, van egy kisebb és egy nagyobb darabszámú, és hát ugye fontos elmondani, hogy mindegyik a második világháború utáni években, a szocialista mezőgazdaság kialakítása körüli években, tehát a 50-es, 60-as években került elő, azóta sem került elő több, vagy ugye Tibor szavaira is visszautalva kerülhetett, de múzeumban nem került, és nincs is róla tudomásunk. Tehát Nagykonyhiba került elő az első Tolna megyei tatáráshoz köthető éremlelet, 1092 darab, főleg frizahidenárt tartalmazott, és volt benne néhány magyar és kölni veret is. Záródását az 1230-ra, az azt követő évekre határozta meg a feldolgozó Huszár Lajos, és itt zárójelben írtam be, hogy a Szekszárdi Múzeum numizmatikai leltárkönyvének az átnézése során Nagykonyhi határába tartozó Ságpusztáról jutott be kettő darab frizahi denár, be vannak leltározva 1957-ből, és a faluban nyomozva kiderült, hogy emlékeznek öregek Ságpusztán előkerült kiszántott éremleletre, tehát úgy lehet, hogy itt egy másik frizahi denár leletről is van szó, ennek majd még próbálunk utána járni. Ez azért lenne érdekes, mert akkor itt egy falu határából lenne kettő, ami mindenképpen valamilyen ilyen lokális pusztulást valószínűsít vagy bizonyít. A másik tatáshoz köthető Tolna megye éremlelet Gyönk határában került elő, Nagyhegy nevű dülőbe. Ez azért érdekes, mert
még csak a kutatás elején vagyok, de ilyen dűlőt a földrajzi nevek és a népgyűjtemény és a térképek sem ismernek. Van egy öreg hegy a falunk kívül, lehet, hogy esetleg azzal van itt összekeverve, tehát itt az előkerülés körülményei sincsenek még tisztázva, ezt Geda István dolgozta föl, és egy jóval kisebb volumenű leletről van szó, 172 darabot tartalmaz. Geda István a feldolgozásban 1210 körül évekre határozta meg, Nagy Balázs a előbb már említett dél-dunántúli kincs, ugye éremleteket feldolgozó tanulmányában 1212 körülre pontosította az áródást, és éppen az előbb beszélt róla Balázs, hogy van az éremleteknek egy ilyen csoportja, ami jóval korábban záródik, tehát az áróvált jóval korábbi, mint a földbekerülés ideje. Hát itt a pont a jobb alsó sarokban a Balázs tanulmányának a melléklete, a bal felső képen pedig a Tóth Csaba által a 2007-es tatájárás kiadványba közzétett térkép, ahol egyébként a Gyönki valószínűleg pont a korai záródás miatt nem is szerepel az éremletek között. És akkor térjünk át a régészeti nyomokra, amik ugye szintén biztos nyomok. Az elpusztult településeket veszem sorra. Ezek közös jellemzője, hogy kivétel nélkül az M6-os autópálya, ami ugye az egykori hát római Limes út, későbbi dunamenti, középkori, törökkori hadiúttól kisebb-nagyobb távolságra, néhány száz méterre, illetve egy-két kilométerre fut. Ennek az építése során, megelőző feltárások során kerültek elő olyan egyértelmű nyomok, ahol tatáráskorban elpusztult árpádkori települések részleteit, kisebb-nagyobb felületeit sikerült feltárni. Ezek közül egy van közölve, ezt már említettem, a Dunaföldvár Lóhegy, a Carmen Miserabile kötetbe Szilágyi Magdolna közölte, illetve angolul is megírta az Acta Archaeologicába. A feltárást magát Sellegi Gábor végezte 2009-ben. Nem olvasok fel mindent, hogy a kicsit az idővel takarékoskodjak. A lényegre koncentrálnék, amit kövérbetűvel is kiemeltem. Találtak egy magányos sírt és 9 gödörben emberi maradványokat, amelyek összesen 32 egyénhez tartoztak, és ezek közül csak 2 volt teljesen épp, tehát 30 hiányos váz vagy vázrészlet került elő. A jó részük gyermekekhez tartozott, vagy fiatalabb korúakhoz, és a felnőttek is jellemzően 20-30 év közöttiek voltak. Ez talán azért lehet érdekes, mert talán a védekezésben játszhattak esetleg a tatárokkal szembeni védekezésben szerepet. És nagyon érdekes, hogy egy veremhez, egy tároló veremhez tartozó üreg falában 2 nő és 2 gyermek csontvázát találták meg, akik amikor elbújtak, magukkal vitték vaseszközeiket is, sarlókat, fejszét és kést találtak a vázak mellett, és az egyetlen feltárt kútba pedig egy ló és 3 kutyacsontváz és egy emberi újcsont is volt. Itt Szilágyi Magdolna cikkéből hoztam néhány képet. Ugye emberi vázak, illetve a kútban fekvő lócsontváz, illetve a bal alsó, vagy a baloldali képen egy gödör, amiben 3 felnőtt és 4 gyermek maradványai voltak, és hogy minden kétséget kizáróan a tatárásról van szó, azt egy 8-szögletű hasába alakú vasbuzogány igazolta, ami ugyanebből a gödörből került elő, aminek ugye a pontos párhuzamai a Muhi csatában, hogy a Muhi mezőváros feltárásán a falu szélén előkerült könnyű lovas sírjából ismertek, és erről a tanulmány, erről egy külön tanulmányban Boldog Zoltán számolt be. Itt fontos megemlíteni, és itt is következik sorrendben, hogy ennek a lóhegy lelőhelynek a köziteles lelőhely nyilvántartásban a részét képezi, tehát vele egy lelőhelyet alkot a Dunaföldvár Bíbicaja lelőhely, amelyet egy évvel korábban szintén az M6-os nyomvonalán tárt fel Szentek Gergely, ahol a lóhegynél megfigyelt jelenségekkel
azonos, azokhoz hasonló jelenségek kerültek elő, de ez a feltárás közületlen. Amiről én itt most beszámolok, a régészi kutatások Magyarországon, illetve a közévkönyvben megjelent rövid jelentések alapján válogattam le azokat az adatokat, amelyek feltehetőleg a tatárjárásra utalnak, de ezeknél ezután következő lelőhelyeknél ez így nem volt konkrétan megnevezve. Tehát a Dunaföldvár Bibicalja lelőhelyen szintén egy árpádkori teleprészlet került elő, a humuszolásból előkerült már egy frizahi denár, és a lelőhelyen több helyen hamusszenes éget betöltést, planírozás nyomokat figyeltek meg. Az ásató a pusztulást a 13. századra határozta meg, és több gödörben találtak emberi maradványokat, az egyik gödörben egy gyomra fölött keresztbe tett karú férfit említ a ástási jelentés, egy másikba egy levágott emberi rábszárat lábfejjel, megint egy harmadik gödör pedig karcsontokat, egy kútban pedig emberi koponyát találtak csigolyák nélkül. Akkor tovább folytatva, és most megyünk déli irányba a Duna mentén az M6-os autópálya nyomvonalán, Dunaszentgyörgy Alsócsámpa lelőhelyen, szintén 2008-on Majerik Vera és Niklas Larsson tárt fel egy árpádkori tereplészetet, 85 objektumot bontottak ki. Ezek közül kiemelésre méltó egy olyan nagyjából 3x5 méteres, félig földbe mélyített faszerkezetes épület, amely egyértelműen leégett, és a hozzá kapcsolódó tároló veremben pedig egy lándzsát, amit páncél átütő lándzsának neveztek meg, találtak, és egy harmadik Béla érmét is. A leégett objektum mellett egy melléklet nélküli félfisírt tártak fel, és két másik objektumban pedig emberi állkapocs töredékeket azonosítottak. A jelentés nem köti a tatárjáráshoz a lelőhely pusztulását, de az említett dunaföldvári jelenségek, amiknek ugye a jó párhuzamait az Alföldön most már szinte rendszerszerűen megtaláljuk, az alapján azt gondolom, hogy nem kétséges, hogy itt is a tatárjárás pusztításairól van szó. És ismét tovább haladva dél felé, az említett az előző lelőhelytől néhány kilométerre délre, még szintén Dunaszentgyörgy határába, de részben a Faddi határon Halász Ágoston tárt fel egy olyan árpádkori telepet, amelyet a 12-14. Századra datált, határozott meg, tehát hogyha itt a tatárás pusztítását nézzük, akkor a település ehhez képest valamennyivel tovább élt. A jelentésben olvasható, hogy az ismeretlen korú jelenségek közül kiemelendő 5 sír, illetve emberi vázmaradvány, amiből 4 vélhetőleg árpádkori vagy későbbi, és ebből a 4 valószínűleg árpádkori emberi vázmaradványból 3 az egyik kút betöltésében került elő, egy további pedig egy külső kemence munkagödrének szélénél volt leásva. Hát ugye nyilvánvaló, hogy attól függően, hogy az autópályástás a település mekkora részét érintette, és az egykori település melyik részét, attól függően ugye a tatárjárásnak kisebb vagy nagyobb régészeti nyomát sikerült azonosítani. Szintén ide kapcsolódik egy lelőhely, az M6-os autópályán Paks-Gyapa határában került feltárásra, ez egy kisebb, néhány méter széles útszélesítés, tehát nagyobb felület feltárására nem volt lehetőség, ezért itt elpusztult település nyom nem is került elő, viszont egy gödörbe bedoválva előkerült 3 gyermek, egy fiatal felnőtt és egy kutya hiánytalan csontváza, rendszer nélkül bedobálva, és a jelentés szerint a gödörben volt egy 14. századnak meghatározott edénytöredék. Én Hargitai Andrással, a feltáróval beszéltem, és ő is elfogadhatónak tartja, hogy itt elképzelhetően a tatárjárásnak a nyomáról van szó. Egyébként ez a középkori gyapa elpusztult falu területétől néhány száz méterre van, ahol én végeztem a 2000-es évek elején feltárást, a középkori templomot és a temető egy részletét tártuk fel, ahol megolvadt bronzdarabokat, valószínűleg a harangnak a megolvadt darabjait találtuk. Viszont azt fontos elmondani, hogy ez a templom, ez egyértelműen tovább élt a tatárjárás után, tehát egy gótikus sírkápolnát építettek hozzá, és a 16. századig temetkeztek mellé. Most jön egyetlen olyan templom, amelyet a felszíni
fémkásos leletek alapján egyértelműen a tatárjárás pusztításához tudunk kötni. Az utoljára említett Gyapától légvonalba néhány kilométerre, de már nem a Duna völgye, hanem a Sárvíz völgyéhez közelebb fekvő Györkönyv falu határában, a mai falu belterületétől egy néhány száz méterre fekszik a Vízenáker dülő, ahol egy helyi múzeumbarát fémkeresős évek hosszú munkájával több mint 40 darab érmét gyűjtött össze az elpusztult templom területéről, amelyek első Andrástól második Andrásig, illetve a külföldi érméket nézve második Eberhardig terjednek. Tehát ugye itt az érmék magas száma alapján biztosak lehetünk abban, hogy ez a templom a tatárjárásig élt. Beraktam ide egy térképet azért, hogy lássuk, hogy a középkori Győrkönyvtől körülbelül légvonalba egy kilométerre fekszik ez az Árpád-kori templom, ami szintén arra utal, hogy itt a késő középkorinál korábbi települési struktúrának a lenyomatáról van szó. Tehát nem illeszkedik a késő középkori település hálózatba, ennek megfelelően az Árpád-kori falunak a nevét sem tudjuk, és itt is kerültek elő megolvadt bronzdarabok, amelyek talán a harangból származnak. Majd a végén minden térképre vetítve látni fogjuk itt a lelőhelyek eloszlását. Most jön két olyan lelet, ami önmagában szórvány, de annyira jellegzetes tárgyakról van szó, hogy itt mindenképp helyet kell kapniuk. Két keleti típusú buzogányról van szó. Az egyik nemrég került elő Tamási határában egy nyolcszög átmetszetű, hasáb alakú vasbuzogány. A középső képen látható, hogy hát talán harcban meg is sérült, van rajta egy nagyobb repedés, a tárgy még restaurálatlan. És ugye a párhuzamai kapcsán már volt szó Dunaföldváról, illetve nagyon pontos párhuzama a Múhi csatatéren feltárt, már szintén említett könnyűlovas harcos sírjából van, akiben akár kunt, akár mongolt, vagy mongolhoz csatlakozott, vagy kényszerített kunharcos látunk, de mindenképpen azt gondolom, hogy a tatár járáshoz való kapcsolódás igazolható. Szintén egy fémkeresős kutatásból származó tárgy, a jobb oldali képen látható Szekszárd füstöstó dülőben előkerült hengeres alakú bronz buzogány, amely egy a 11. századtól a 14. század elejéig érő Árpád-kori telepen került elő szekszárdi régész kollégám Kátóth Gábor kutatásából. Ennek jó formai párhuzama a mindenki által jól ismert Bugac Péter monostorról ismert Rosta Szabolcs baráti szívességéből mutathatom itt be. Hát az előadás végéhez közeledve kitérnék röviden a kisvárak kérdésére, amelyek kapcsán Rosta Szabolcs vetette fel nemrég, hogy az általa és Pánya István által most már tízes nagyságrendben részben feltárással, részben űrfotókról, geofizikai módszerekkel azonosított többszörös körárokkal körbevett alföldi templomok, tehát védelmi célú templomoknak a dunántúli megfelelői lehetnek részbe, amelyek ugye a dunántúli domborzati viszonyokhoz alkalmazkodtak. Én most itt kettőt fogok bemutatni, amelyek kapcsán esetleg felmerülhet a tatárjáráshoz való kötődése. Ugye Miklós Zsuzsa is a Tolna megye Várai című kötetében ezt jelezte, hogy általában nehéz eldönteni, hogy a tatárás előtt, vagy utóbb, vagy utána épültek ezek, és hogyan kapcsolódnak kronológiailag a 13. század közepéhez, tehát hogy előtte léteztek, vagy utána. Itt két példát hoztam, amelyek olyan földvárak vagy kisvárak, amelynek a belsejében kőépület nyomai, minden bizonnyal templom nyomai találhatók, hiszen embercsontokat is találunk a kőmaradványok mellett.
ugye ezért felmerülhet az, illetve Miklós Zsa úgy interpretálta őket városkönyvébe, amelyet aztán én is átvettem a templomos kutatásaim kapcsán, hogy egy árpádkori elpusztult kisvár belsejébe később templomot építhettek. Na most, hogyha az alföldi árokkal körülvett templomokat nézzük, akkor ez funkcionálisan, vagy formailag, topográfiailag tulajdonképpen valóban megfeleltethető annak. Ráadásul Bikács belső szigetnél a felszíni kerámia leletek a 13. századig terjednek, tehát ez alapján a település nem létezett később. Viszont azt is el kell mondani, hogy fémkeresés kutatások alapján, a fémanyag alapján a lelőhelyen a 16. századig laktak. Nyilván a kisvárak esetében minden esetben egyedi kutatással kell azt megállapítani, amennyiben még lehetséges. Ugye nyilván a nagyfokú illegális fémkeresős bolygatottsággal mindenhol számolni kell. Tehát ha gyűjthető korhatározó leletanyag, akkor ezzel lehetne majd eldönteni a datálást, amit Miklós Zsuzsa ásatások hiányában többnyire a kerámia anyagra, vagy pedig formai jegyekre alapozott. A másik ilyen kisvár, ahol aminek a belsejében középkori templom maradvány található, ez Felső-Nána-Ónána, ez a megye belső területein, viszont itt is fontos elmondani, hogy a kerámia leletek alapján a lelőhely az Árpád-kortól a 16. századig létezett. Ez persze nem zárja ki, hogy a tatárjárás korban erődíthették meg, és akár érte támadás, és utána estek betemették az árkot, és a templomot újjáépítették. Nyilván a felszíni leletek alapján ezt önmagában nehéz meghatározni. És akkor eljutottunk az összefoglalásig, ahol egy térképre próbáltam felvetíteni, hiszen ez lenne az egésznek a lényeg, hogy a sok szétszórt, különféle forrásból származó apró adatot valahogy elhelyezzük a térbe, ami valamilyen módon esetleg beilleszthető egy nagyobb narratívába. Hát az mindenképpen látszik, hogy a Duna mentén nem utolsó sorban nagyobb felületű feltárásoknak köszönhetően van egy markáns pusztulási horizont, tehát ahol nagyobb számban sikerült árpádkori település maradványokat feltárni, amelyek jó eséllyel tatárjáráshoz köthetők. Fekete vastagabb vonalal behúztam a mai hatos útnak a nyomvonalát, ugye, ami a középkorban is kisebb-nagyobb nyomvonal módosításokkal egy fontos hadiút volt. Tehát a Jóska által is bemutatott országos összefoglalásokba szereplő térképek, ahol a Duna mellett van egy nagyobb tatár hadmozdulat, az azt gondolom, hogy mindenképpen igazolható, és a megye belső területein pedig látható, hogy hát szorványosan van csak néhány adat, és ezek is bizonytalanok. Még annyit tennék hozzá, hogy egy éremlelet, a nagykónyi éremlelet, és a közelében található keleti típusú buzogány alapján talán a Koppány folyó völgyében rajzolódik ki még egy útvonal. Jóska is mutatott több olyan térképet, amely a Szlavónia felé haladó, a Balatontól délre haladó tatár hadak útirányát jelöli. Hát ez akár, ha később besűrűsödnek itt a lelőhelyek, akár ezzel is kapcsolatba hozható esetleg. Itt a baloldali térképen pont egy ilyen országos összefoglalásból egy térkép, ahol a Duna mellett egy nagyobb tatárhadmozdulat, ezen éppen a Balatontól délre ugye semmilyen tatárhadmozdulatot nem látunk. A jobboldali térképet csak azért tettem be, Glázer Lajos híres út rekonstrukciós cikkéből, hogy pont ahol a Koppányvölgyben van két már említett lelet, ott Glázer Lajosnál semmiféle út nem szerepel. És akkor, hogyha megpróbáljuk összevetni a Tolna megyei szorványadatokat az elbeszélő forrásokkal, vagy az eddigi feldolgozásokkal, akkor azt láthatjuk, hogy azért ezek az adatok megerősítik például Rogériuszt, aki azt mondja, hogy a tatárok kezükben tartották az országot mind a Dunán túlon, mind a Dunán innen, de a Dunán inneni rész nem volt olyannyira pusztasággá téve, mivel itt nem ütötték fel sátraikat, csupán átvonulva pusztítottak, amit csak találtak.
tehát valóban a Dunamentén biztos jelentősebb volt a pusztulás, mint a megye belsőbb részein, de bizonyára ez sem volt kiheverhetetlen, és nem volt hasonlítható az Alföldet ért szisztematikus pusztuláshoz. Ezeket azt hiszem, hogy kihagyom. Igazából csak annyit Laszoszky József és Romhányi Beatrix már említett cikkéből, hogyha megnézzük az egyháza utótagú helynevek térképre vetítését, vagy a kincstetek elterjedését, akkor itt Tolna megye területén egy üres foltot látunk, és remélem, hogy az előadásom ennek a nyilak közti üres területnek a kitöltéséhez járult hozzá néhány adattal. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Andrásnak ezt a szintén nagyon érdekes és több irányba mutató beszámolóját, és akkor most rögtön átadnám a szót Tóth Csabának, akit megkértünk arra, hogy felkért hozzászólókonként szóljon hozzá, nyilvánvalóan elsősorban a éremleletek, kincsleletek kérdéséhez, de bármi, ami elhangzott azzal kapcsolatban. Ővele kapcsolatban ugye már esett szó, hogy itt az egyik olyan térkép, amit itt a kutatásoknál mindig szoktunk használni, az a térkép, ami ugye, remélem ez most látható is, ami a Tatárjárás című kiállításhoz kapcsolódó kötetben jelent meg, és hát az akkor rendelkezésre álló információk alapján fölrakra térképre ezeket a leleteket. Hát ezeknél ma már ugye többet tudunk, többek közt éppen azért azokból az információkból, amit a mai alkalommal is hallhattunk, úgyhogy akkor Csaba, tiéd a szó. Köszönöm a szót. Tehát most már olyan teljesen természetesen beszélünk arról, hogy tatárjáráskori kincshorizont, ugye ezt már egy előadásban is elmondtam többször is, hogy ez csak néhány évtizede létezik ez a kifejezés. Ugye a tatárjárásról korábban mit tudtunk? Arról, hogy rengeteg írott forrás fönnmaradt, micsoda pusztulások támadtak, és gyakorlatilag beszélhetünk egy Rosta Szabolcs előtt és egy Rosta Szabolcs utáni időszakról, hiszen az utóbbi években, évtizedekben rengeteg régészeti bizonyítékát találta meg a tatárjárásnak. Viszont mielőtt ezek a régészeti feltárások megtörténtek volna, előtte kizárólag szinte a kincsleletek voltak azok, főleg az éremleletek, amik arra mutattak, hogy valami hihetetlen pusztulás zajlott le az országba. És ezeknek a kincseknek az összegyűjtése indult el már évtizedekkel ezelőtt, de gyakorlatilag csak 50-60 évvel ezelőtt kezdődött meg annak a felismerése, hogy ezek a kincsek egy összefüggő kincshorizontot alkotnak. És amikor 2007-ben volt szerencsém megírni ezt a cikket, amit Balázs elfelejtett említeni, pedig én úgy vélem, hogy egy alapvető összegyűjtése ezeknek a tatárjáráskori kincshorizonthoz tartozó éremleleteknek, illetve éremkincseknek, viszont azóta rengeteget fejlődött már a kutatás, és rengeteg újabb éremleletet tudtunk fölmutatni és összegyűjteni. Annak idején Vészékely György még azt mondta, hogy a 100-150 éremleletről van szó, és nagyjából tényleg ennyit ismerünk a mai napig is. És ez a térkép tényleg van ikonikussá vált mai napig is. Én is ezt szoktam használni mindenféle előadásoknál, meg cikkekben. Annak ellenére, hogy most már ezt bőven bővíthetnénk, és éppen ideje lenne annak, hogy nekiálljunk ezt a térképet egy kicsit komolyabban elővenni és újra rajzolni. Viszont ezen a térképen is kimutatható az elterjedése az összes ezeknek az éremkincseknek, tehát hogy milyen részeken és milyen területeken sűrűsödnek ezek a kincsek, és melyiken van ritkábban. Tehát most nem azt akarom elmagyarázni, hogy hol van sok kincs, mint Felső-Tiszavidék, Duna-Tisza köze, Pest környéke, az ország szíve környéke, hiszen ezek nagyrészt egybe esnek a tatárjáráskori pusztulással, amiket az írott forrásokból, illetve más régészeti leletekből ismerünk. Viszont itt inkább arra kéne hangsúlyt helyezni, hogy miért vannak olyan területek, amik teljesen fehér foltok, tehát például Erdélyben szinte egyáltalán nincs kincs, miért nincs a délvidéken,
illetve a felvidék is elég ritkásnak tűnik ebbe az elterjedésbe. És ennek milyen okai lehetnek? Tehát nyilván a lakatlan területek hozzájárulnak, tehát ahol nincs ember, ott nyilván nem tudnak elrejteni kincset. Milyen kapcsolat lehet a pénzforgalommal kapcsolatban, tehát teszem azt, Erdélyben alacsonyabb volt a pénzforgalom, amit tudunk, mert a 14. században is teljesen eltért a pápai tizedlisták, tizedlajstromok alapján sokkal kevésbé volt pénzforgalom az erdélyi területeken, mint az ország másik részein, tehát ezeknek a boncolgatása még nagyon messzire vezethetne. Viszont milyen eredményeket hozott például a pénztörténeti kutatás számára egyáltalán ennek a tatárjáráskori kincshorizontnak a felismerése, illetve kifejtése. Ugye tudni kell azt, hogy ez a tatárjáráskori kincshorizont alig néhány évtizedre megy vissza ennek a felismerése, viszont a benne lévő érmeknek a keltezése ez alapján, a kincshorizont alapján vált véglegessé. Tehát gondolok itt a úgynevezett Árpád-kori brakteáták kérdéskörére, illetve arra a pénzérmére, amin a Béla Rex van írva, tehát Béla király, amit harmadik Bélához és negyedik Bélához egyaránt soroltak, és egy kettős keresztes címer van rajta egy címerpajzsban. Amiket a korábbi kutatás negyedik Bélához sorolt, főleg Réti László alapján, aki a korpuszában 1899-ben egyértelműen negyedik Bélához sorolta. Utána Homan Bálint egy kicsit félrevitte a kutatást azzal, hogy Isten tudja miért, de harmadik Bélához sorolta. Viszont amikor kiderült, hogy a 1241-42-es tatárjáráshoz soroljuk ezeket a kincseket, amik fúra tele vannak ezekkel a pénzekkel, onnantól kezdve gondolkodott el rajta a kutatás, hogy miről is van szó. Hát nem egy 50 évvel korábbi pénzeket rejtenek el egy 41-42-es tatárjárás során, hanem valószínűleg azokat a pénzeket, amiket akkor használtak. Erre aztán később a kutatás arra gondolt, hogy ezek tezaurált kincsek, tehát 50 évvel későbbi darabokat valaki, Isten tudja miért, több száz ember, vagy több ezer ember, őrizgetett hosszú évtizedeken keresztül, amíg elrejtette. Egészen addig, amíg Rosta Szabolcsnak a feltárásai során egyre inkább kerültek elő olyan elpusztult emberek, tehát valószínűleg a tatárjárásban elpusztult emberek, akiknek a zsebeibe szintén ilyen pénzek vannak. Tehát innentől kezdve nem tartható az az álláspont, hogy ezek, tehát, hogy el kell különíteni a kincsleletekben lévő, illetve a mindennapi pénzforgalomban lévő érméket, hiszen ugyanazok kerülnek elő a körálkokba, félig meddig lekaszabolt, vagy félbevágott emberek zsebeibe, és ugyanazok a pénzek kerülnek elő, mint amiket a tatárjáráskori kincshorizontba beilleszthető éremleletekbe találunk. Tehát innentől kezdve egy teljesen egyértelmű következtetés lehet levonni, hogy ezek a pénzek negyedik Bélakori pénzek. A másik kérdés, most ettől eltekintve, hogy milyen további eseményeket, vagy milyen kutatási vonulatokat lehet meghatározni ezzel kapcsolatban. Tehát egyrészt újra fel kell dolgozni ezeket a kincseket, újra megnézni, hogy hol kerültek elő, mi az összetételük, előkeresni a múzeumok raktáraiból ezeket a darabokat, ami egy hihetetlen nagy munka, hiszen itt több tízezer, sőt, talán százezer darab éremről van szó, és csak nagyon kevés olyan, ami megtalálható rendes múzeumi gyűjteményben, Nemzeti Múzeumban, Debrecenben, Nyíregyházán. A másik következő ilyen vonal, amit lehetne követni, hogy megkutatni azokat a helyeket, ahol valamikor előkerült egy kincslet. Erre ugye történtek már próbálkozások, és mindegyik sikerrel járt, ahol megpróbálták. Tehát ezt igazság szerint Jakab Attila kezdte meg Nyíregyházán először, aki a tyukodi éremlelet kapcsán kiment arra a helyszínre, ahol 1970-ben megtalálták a leletet, újra megnézte újabb, modernebb fémkereső műszerekkel, és újra talált pénzeket. És ugyanez, amit a Orosháza környéken, a Kopáncs pusztai éremlet kapcsán is meg lehet említeni, ahol Rózsa Zoliék szintén kimentek, és újra megnézték azt a lelőhelyet, ahol
1910 környékén már találtak egy éremkincset, és megint találtak. És ugyanez volt Vészékely György, szegény néhány évvel ezelőtt elhunyt numizmatikus régész kollégánk esetében, aki meg szankon tudott egy csomó olyan leletet azonosítani, amiket korábban nem ismertünk. Tehát érdemes azzal foglalkozni, hogy olyan lelőhelyeket, amiket már ismertünk korábban, akár 80-100 évvel ezelőtt, újra megnézni, mert biztos, hogy lesznek ott olyan darabok. És egyébként ez nem én találtam ki ezt az újdonságot, hiszen már gyakorlatilag ilyen 60-70 évvel ezelőtt ezt leírták, hogy ahol egy faluban találunk egy éremleletet, vagy egy faluhoz köthető éremleletet, ott biztos lesz szinte minden házban valamennyi kincs. Tehát ebbe az irányba is el lehetne vinni a kutatást, és ennek jó példái ezek a mikrorégiós kutatások, hiszen én gyakorlatilag a szakirodalomból, ismerettségből, mások által elmondott éremletek feldolgozásából dolgozom, és ebből állítok össze egy leletkatasztert, viszont egy olyan kutatás, mint amiket a Rásztibék végeznek, tehát mikrorégiós kutatások, vagy K-Németh Andrásék, ezek rengeteget tudnak hozzátenni a kutatáshoz, hiszen olyan területeket tudnak megnézni, és főleg a amatőr fémkeresősök bevonásával sokkal nagyobb területeket tudnak megvizsgálni szisztematikusan, amiből szerintem még mindig rengeteg újabb információ fog előjönni. Köszönöm szépen, és akkor áttérnénk a következő részre, hogy a hallgatóság soraiból bárkinek kérdése, megjegyzése van az elhangzottakhoz, akár úgy, hogy ezzel a kézfeltartás jellel jelentkezik, vagy a chatbe beír, hogy szeretne kérdést föltenni, esetleg a kérdést megfogalmazza rögtön, vagy pedig ez alapján jelzi, hogy szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz. Úgyhogy egyelőre nem látok jelentkezést, de kérem, hogyha valakit nem veszem észre, akkor nyugodtan jelentkezzen. Addig is, amíg gondolkoznak rajta, nekem két darab megjegyzésem lenne. Az egyik az, ami K-Németh András beszámolójához kapcsolódik. Hát egyrészt, hogy ez a buzogány lelet, ez valóban egy nagyon izgalmas, tehát ez az, amikor tipológiai alapon én azt gondolom, hogy nem sok kétségünk lehet arról, hogy itt egy ilyen típusú tárgyról van szó. Én rögtön még egy analógiát ehhez a hatszög alakú vas buzogányhoz hozzátennék, nem olyan régen közöltek egyet egy ukrajnai ásatásból egy ugyanilyen darabot, tehát hogy ez még jobban alátámasztja azt, hogy ennek valamilyen kapcsolatrendszerének kell lennie. A másik, ez az útvonal kérdés, ez mindig is egy jogos kérdés volt, hogy itt ugye ezek a nagy nyilak, amiről beszéltünk, ezek mindig a nagy országos utakat próbálták követni, miközben tudjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak azokat használták ebben a vonatkozásban, tehát egy kisebb csapat, akár egy üldözés, vagy bármilyen kapcsán egy nem olyan jelentőségű útvonalat is követhetett. Tehát nekem ez a Tolna megyei útvonal, ez egy abszolút elfogadható és logikus dolog lenne, már csak azért is, mert az egy számomra egy külön kérdés, hogy a Balaton északi részén ugye viszonylag egyszerű egy észak-kelet-délnyugat irányú útvonalat felrajzolni,
a Balaton déli oldalán ez korán sem annyira egyszerű, éppen a földrajzi viszonyok között miatt. Hogy te mit gondolsz erről, és közben láttam, hogy volt egy kérdés Rácz Tiborhoz a chatben, de akkor először Andrásnak adnám át a szót. Köszönöm. Talán sikerült levenni a némítást. Hát ezen én is gondolkodtam. Igazából én nem a térképeket nézegettem, hanem a saját lelőhely eloszlásomat, és mindjárt vissza is megyek rá esetleg, hogy... Látható most a térképem? Igen. Meg még esetleg vissza tudnám tenni. Igazából én két dolgot nézegettem. A Nagy Balázs által a dél-dunántúli éremleletek alapján rekonstruált útvonalat, végülis oda is vissza tudok akár pörgetni, ahol ő ugye az általam is említett Glaser-féle dunántúli útvonalhálózatot vette alapul, és hát nyilván ő is logikusan behúzott vonalakat, mondjuk a Gyönki éremleletet összekötötte az általam nem említett, itt van Gyönk, és összekötötte Somogy-Szillel, tehát ő itt alul rekonstruált egy utat, látható ez a piros. Az enyém az pedig, ugye itt van Nagykónyi, és mellette egy kicsivel arrébb, tulajdonképpen majdnem szomszédos falu, a középkori Ság, meg a középkori Kosba, ahol az én buzogányom előkerült, tehát én azt mondom, hogy itt a Koppányvölgybe látnék egy utat, ő ettől délebre, már a Koppánytól délre fekvő hegyháton rajzolt egy utat. Most nyilván olyan kevés kevés az indikátor, tehát kevés a pötty, amit össze tudunk kötni. És miután kevés, ezért bárhogy húzhatjuk. Tehát szerintem itt arra lenne szükség, hogy egy kicsit besűríteni. Ugye azért is fontos ez, mert ahogy mutattam, a Koppányvölgybe Glázer Lajosnál nem fut konkrétan út. Pedig hát egyértelmű, hogy falvakat összekötő út volt, még akkor is, hogyha regionális jelentőségű, vagy még nagyobb nem. Tehát nem tudok ennyi adatból konkrét választ adni a kérdésedre, de azt gondolom, hogy tehát ez a két lelet itt a Koppányvölgybe valamit esetleg jelez. Ugye arról nem is szólva, hogy itt, hogyha ugye a Koppány belefut a Kaposba, az pedig Gyönktől légvonalba néhány kilométerre van, tehát ugye Gyönknek ma is hát a vasúti megállója lent van a Kaposvölgybe, Keszők Hidegkút Gyönk, úgyhogy simán lehet az, hogyha mondjuk a fehérvári ostromra gondolunk, ugye a Sárvíz, abba ugye belefolyik a Sió, abba a Kapos és abba a Koppány, tehát a vizek vonalát, itt mutatom az egérrel, a vizek vonalát követve simán lehet egy utat rekonstruálni. De hát ez persze csak játék a térképpel. Ennyit tudnék erre jelen állás. Köszönöm szépen. Én ez még annyit tennék hozzá, hogy ugye nyilvánvaló, hogy a Glázernak ezt az alapvető munkáját minden ilyen esetben elővesszük, de ugye Szilágyi Magdolnak készített egy újabb rekonstrukciót, ami különösen a Nyugat-Dunántúra részletesebb eredményeket hozott, és részben fölülírta a Glaser-féle adatokat is, ahol az egyik megállapítás az pontosan az volt, hogy a Glaser térképhez képest ő további, mondjuk azt, hogy ilyen átkötő utakat azonosított, mivel az ő kutatása az ugye a Szombathely és egyéb sávjára vonatkozott, ugyanilyen nyugodtan elképzelhető, ha valaki ugyanezt a munkát elvégezné mondjuk Somogy és Tolna vidékére, akkor lehet, hogy ott is ezek az adatok fölbukkannának. András. Ehhez szabad még? Hát csak annyit, hogy nekem is ki vannak gyűjtve természetesen a Tolna megyei okleveles adatok, igazából a térinformatikai jártasságom akadályoz meg abba egyelőre, meg az idő hiánya, hogy behúzogassam ezeket a vonalakat az ismert középkori lelőhelyek, templomhelyek, első katonai felmérés és hát a nyilvánvaló egyéb források alapján. Tehát ez alapján mondom, hogy egyértelmű, hogy a Koppány
völgyben futott egy út, ez számomra nem kérdés. Hogy a tatárok végigmentek-e rajta, az lehet a kérdés. Tehát erre csak ennyit. Tehát igazából megvan ez a kutatás, csak nincs még térképesítve ebbe az esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor volt egy kérdés Rácz Tibornak. Igen, igen. Hát nagyon röviden tudok rá válaszolni, hogy természetesen lehet kutatni a múzeumnak a gyűjteményeit, egy kutatási engedélyt kell kérni, és egyeztetni a gyűjtemény felelőssel, aki ebben az esetben ugye nem más, mint Nagy Balázs, és akkor meg lehet tekinteni ezeket a fizakérmeket, és lehet egyéni kutatásokat végezni. Illetve egy gondolattal még én is hozzájárulnék ehhez az útvonal kérdéshez, hogy ugye a Váci Szarvashegy azt példázza, hogy ezek nem csak az útvonalakba eső településeket, meg a nagy hadi útvonalakat járták végig és pusztították, hanem mélységében, tehát a rejtek helyeket is felkutatták. Tehát, hogy nem feltétlenül mutatják meg nekünk ezek a tatárjáráskori kincsek, éremkincsek a súlypontokat vagy az útvonalakat, hanem tagozottan a település hálózatát, a település hálózatot és a település hálózat különböző elemeit. Tehát nem feltétlenül egy nyomvonalat vagy egy pusztítási útvonalat kell nekünk kiolvasni, hogyha ezeket térképen szemléljük. Igen, köszönöm szépen. Romhányi Beatrixnak volt szerintem ugyanehhez egy megjegyzése, úgyhogy a csetbe szerepel, de hogyha kiegészítenéd, akkor... Akkor bejövök képtel hanggal. Köszönöm szépen. Hát egyrészt azért, hogyha végignézzük azokat a Tolna megyei lelőhelyeket, az teljesen jól beleilleszkedik az országos képbe. Tehát gyakorlatilag a 8. századtól kezdve a Dunaföldvár és Szekszárd vagy Tolna közötti szakasz a Dunának az, amit leginkább frekventálnak, amikor keresik az átkelőhelyeket. Tehát az, hogy a tatárjáráskor is ezt látjuk, hát persze, ők is arra jártak. Ami a Tibornak a most egy fél mondat erejéig a megjegyzése, teljesen igazad van. Szerintem is egy csomó helyen a rejtek helyeket is keresik, elsősorban a Dunától keletre. Tehát azt azért ne felejtsük el, amit a Pont András bevetített a Rogériusnak a szövegéből, hogy a Dunántúlon, ugye a Dunán inneni rész ez a Dunántúl, mint tudjuk, az... Ott nem ezt csinálják. Tehát az Alföldön, a Rogériusz leírja, hogy nem az utakon mennek, mindenhol pusztítanak, a rejtekeket is felkeresik, és mindenholan igyekeznek úgymond kifüstölni, akik valahol még elrejtettek esetleg kincseket. A Dunántúlon erre nincsen idejük. Tehát én szerintem bizonyos szempontból az, amit a Dunának a két oldalán látunk, az két külön történet. És ezt azért részben kéne tartani. Ebből a szempontból egyébként szerintem különösen érdekes, hogy azért ezen a Tolna-Baranyai határon mégiscsak ott vannak azok a nyomok, amik arra utalnak, hogy ott azért komolyabb dolgok történtek. Tehát ott valószínűleg nekem most az a benyomásom, hogy az ott egy áttörési pont. Oda ők nem feltétlenül úgy mentek, hogy Fehérvár felől, amikor lefele mennek a hadiúton, hanem adott esetben Dunaföldvárnál át lehet kelni, vagy Paksnál át lehet kelni, és ott tulajdonképpen a Duna menti sávban lehet teljesen függetlenül Fehérvártól, vagy bármi mástól pusztítani. Az a Dunaföldvár lóhegy az szerintem sokkal inkább egy ilyen... hirtelen támadásnak egy ilyen a Dunán, ugye a Solt felől, hát ott a híd is ott van. Nem véletlenül kerül oda a Dunaföldvár híd. Én nekem ez sokkal inkább egy ilyen történetbe illeszkedik, miközben egyébként a Dunántúlnak a többi része az meg lényegében kisebb veszteségekkel megúszta. Köszönöm szépen. Akkor van egy másik, úgy látom, hogy erre is még visszatérhetünk, de úgy látom, hogy van egy másik kérdés jellegű, vagy más jellegű kérdés. Gyöngyösi Márton kérdezne Nagy Balázstól itt az érmekkeltezésével kapcsolatban. Esetleg kiegészíted valamivel, amit beírtál a csetbe?
vagy Balázs rögtön válaszol is rá. Itt vagyok. Igen. Hát, tulajdonképpen csak az érdekelne, hogyha az ember felüti, de hát ezt nyilván Balázs jól tudja, a CNA-nak a vonatkozó kötetét, ott ugye némelyik típusnál ilyen 30-40 éves intervallumok is szerepelnek, egyszerűen azért, mert a kibocsátó az ugye sokáig uralkodott, és akkor ezeket az érmeket talán lehet, hogy lehetne finomítani keletezés szempontjából, és nem ilyen 40 éves, vagy 44 évtizedes intervallumot megadni. Igazából ez érdekelne, hogy mennyire nézett például szlovéniai vagy ausztriai leleteket, mert lehet, hogy abban találna érdekességeket. Köszönöm. Balázs? Hát érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy nyilván megfontolandó ennek az útnak a kutatása, és biztos vagyok benne, hogy lehetne egyes típusokat pontosabban is akár keltezni, és éppen ennek ugye itt a tatárjárás az esemény, ami egy keretet ad, hiszen látjuk azt, hogy milyen veretek azok, amik mondjuk, hogyha például vesszük második Eberhard Salzburgi érseknek a pénzkibocsátási idejét, akkor ugye azt tudjuk mondani, hogy ő 1200-tól 1246-ig verett hivatalosan pénzeket, ez van a CNA-ban is. Most, hogyha egyes típusok nyilván nálunk 1241-ig belekerülnek a magyar országon talált leletekbe, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek biztosan 1241 előtt készültek, és azért ugye egy elég jó időrenddel, vagy hát tipokronológiával dolgozik a CNA is, amit szerintem ezek figyelembevétele mellett igen pontosítani lehetne. Ugyanakkor vannak olyan típusok is, például itt a Vác-Szarvashegyi feltárás kapcsán volt egy Landstrassi veret, amit a CNA, most nem is tudom teljes pontossággal idézni, de néhány évvel későbbre kelt ez, mint a tatárjárás. Tehát, hogy egész egyszerűen látjuk azt, hogy bizony néhány veret esetleg a nálunk található leletegyüttesek összetételének a figyelembevétele mellett is pontosítható, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy ezeknek a pénzeknek a forgalma tőlünk nyugatra is megvolt, és az ottani éremleletek, kincsleletek szintén további adatokat szolgáltathatnak a keltezések vonatkozásában, amit szerintem szintén érdemes vizsgálni. E tekintetben még annyira nem voltam körültekintő, úgyhogy majd ezt pótolni fogom. Ez egy szerintem egy nagyon érdekes kérdés, éppen Balázssal múltkor beszélgettünk erről, hogy ugye ez valami ilyen dinamikus egymásra hatás, hogy ugye először a numizmatikusok meghatároznak éremtípusokat, és annak próbálnak egy kronológiát adni, majd ennek segítségével keltezünk éremleleteket, amiről ha kiderül, hogy ezek egy horizontot alkotnak, akkor ugye ez egyrészt nekünk nagyon érdekes, csak akkor innentől belép egy második lehetőség, hogy meg lehet próbálni visszafelé is megnézni a dolgot, hogy vajon azok a hagyományos keltezések, azok összhangba hozhatók-e azzal, hogy ezek mégiscsak egy horizontot alkotnak. Ugyanez érvényes arra, amit is elhangzott, hogy a kincsleletekben mi az, ami éremforgalomként lecsapódik, vagy pontosabban annak egy valamilyen módon erősen szűkült formája, és mik azok az érmek, amiket ugye az eseményekhez kapcsolódóan találunk, tehát ezek a ugye például templom körüli védművekben talált halottaknál lévő érmek, amelyeket első körben megint csak nyilván, hogy a numizmatikus segítségével határozzuk meg, hogy az akkor az most tényleg megerősíti-e azt, hogy az tatárjáráskor ideje lehet egy második köre ennek, amikor azt mondhatom, hogy és hogyha azokat megnézem, azokat a vereteket, akkor találok-e olyat, ami ellentmondásban van a hagyományos kronológiával. És ez Jóska, ugyanúgy értelmes kérdésfeltevés.
Figyelj, hozzászóltok én is egy pillanatra, mert hogy már ilyen sokan vagyunk itt együtt, tehát Gyöngyösi Marci is itt van, illetve Balázs is itt van. Most szeretném föltenni a kérdést, hogy mire alapozzák a braktáták, illetve a kettős keresztet címerpajzsú pénznek a harmadik Bélához való kötését. Ezek után, hogy az összes tatárjáráskori lehet ezekkel van tele. Akár Marci, akár Balázs válaszolhat. Jó, én akkor kezdeném a választ. Igazából a kérdést én is megfordíthatnám, hogy Csaba, mire alapozod azt, hogy ezek a pénzek negyedik Bélához kötődnek? Nyilván a kutatásban vannak olyan pontok, amik mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát itt gondolok nyilván a heraldikai elemek időrendben való, vagy a korszakban való megjelenésére, ami egyértelműen mondjuk az adott veretet negyedik Bélához kötni. Tehát emellett nem lehet elmenni. Ugye ezt Körmendi Tamás kutatásából ismerjük, az ő publikációja hívta fel erre a figyelmet. Viszont ha megnézzük a pénznek a készítés technológiáját, akkor nagy mértékben eltér azoktól a negyedik Béla pénzektől, denároktól, amik egyébként benne vannak a tatárjáráskori lelethorizontban. Balázs. A tatárjáráskori leletek ezekkel vannak tele. Tehát 1241-42-ben ezeket a pénzeket használták. Akkor mondtam. Igen, Balázs, hallgatunk. Tehát mi az oka annak, hogy 50 évvel későbbi pénzeket használtak 1241-42-ben? Én nem tudok sajnos mindenre választ adni, de azt láthattuk az előadásomból szerintem, hogy ha csak a fizeki denárokat vesszük alapul, és azoknak az időrányét, időbeli megoszlását, akkor ha egy diagramra vetítjük, ami sajnos hiányzik, és a numizmatikai kutatás mindez ideig nem tette az egyes leleteknek a vizsgálatát, nem boncolta szét, nem elemezte statisztikai szempontok szerint, akkor láthatjuk azt, hogy az időbeli megoszlás nem az 1235 és 40-es évekre teszi a csúcspontot, hanem sokkal korábban van. Tehát ez egy olyan időbeli megoszlás, ami egy mintát szolgáltat. Valószínűleg valami hasonlót kellene látnunk a magyar pénzverés tekintetében is. Az, hogy a magyaroknál miért van alkott ezek a pénzek, arra én sajnos nem tudok választ adni, viszont az ellentmondás az szemmel látható. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy el kell azon gondolkozni, hogy miért gondoljuk azt például, hogy a záróveretek, ami a tatárjárás esetén és IV. Béla uralkodásától 1241-ig 6 évet tesz ki, rengeteg pénztípust próbálunk ebbe a kis időszakba, ebbe a néhány évbe beszuszakolni. Tehát, hogy miért? Miért gondoljuk azt, hogy minden egyes típust negyedik Béla veretett. Tehát, hogy láthattuk azt, hogy második Andráshoz is, tehát második András uralkodása alatti időszakból is sokkal nagyobb példányszámban fordulnak elő a veretek, mint negyedik Béla uralkodásából, amik biztosan, vagy biztosabban keltezhetők, mint például a H69. Balázs, van egy tatárjáráskori kincshorizontunk, amiben kizárólag brakteáták, illetve H69-es denárok fordulnak elő. Ugye? Ezen kívül minimális mennyiségben van benne teljesen más pénz. Tehát valószínű, hogy 41-42-ben ezeket a pénzeket használták. Akkor mi az oka, hogy egy 50 évvel korábban uralkodó pénzeit használják? Az oka szerintem például kereshető az ezüstnek a finomságában. Erre ismételten nem tudom, mert kutatni kellene, és nyilván anyagösszetételvizsgálatra kellene küldeni számos pénzt, ami sajnos eddig még nyilván nem történt meg, és itt nem az XRF-re gondolok. Tehát, hogy egész egyszerűen az emberek miért azokat a pénzeket teszik félre, amiket látunk náluk. Tehát nyilván ez is egy jó kérdés. Én ezt is miért nem a második András? Bocsánat, hagyj
Szeretném, hogyha Gyöngyösi Márton is jelezte, hogy ő is szeretne valamit ehhez hozzátenni, hogy hallgassuk meg őt ebben, és akkor utána még visszatérnénk a kérdésnek erre a részére. Igen, hallgatunk. Próbál, hallottok? De vagy, igen. Jó, most már vissza sikerült kapcsolni. Szóval ha már így Csaba volt kedves bennünket megszólítani ebben az ügyben, akkor tulajdonképpen én is visszakérdezhetnék, hogy másik példát hozzak. Mit keresnek a lüszimaghoz aranyak a 16. századi erdélyi kincseletekben? Erre ezt tudom válaszolni. És azt hiszem, hogy amit a Trixi írt, ott van a kutya elhantolva, tezaurált és forgalmi pénzek között különbséget kell tenni, én is így gondolom. Rengeteg olyan kérdés van a braktáták kapcsán, amire egyszerűen nincs válasz. Miért kezdik el? Valóban forgalmi pénznek minősültek-e? Akkor évenkénti vagy két évenkénti pénzújításnak a tárgyai voltak-e? Tehát magyarul bevonták-e őket? Szemmel láthatóan nem. Vajon alkalmasak-e ezek a vékony veretek arra, hogy a hétköznapi pénzforgalom hordozói legyenek? Milyen viszonyban állnak a Németországban ismert braktátákkal, amik ugyanezt a nevet viselik, de nagyon jól tudjuk, hogy elég komoly különbség van ezen braktáta típusok között. Tehát meg annyi kérdés van, és amire a Balázs itt több cikkében rámutat, és ezeket szerintem nagyon helyesen kapirgálja, egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek véglegesen lezárt és eldöntött kérdések a részünkről, pusztán azt a feltevésünket fogalmazzuk meg többszörösen, hogy valószínűleg ebben az esetben nem feltétlenül forgalmi pénzekről van szó, és nem ez lenne, nem véletlenül hoztam a lüszimaghoz aranyoknak a példáját, az egyetlen olyan eset, amikor a készítési időtől akár meglehetősen távoli időpontban rejtik el, egyszerűen azért, mert lehet, hogy mérlegelt ezüstként ezek a brakteáták komoly értéket képviselnek, szemben mondjuk a királyok által kibocsátott periódikus pénzújítás alá eső, és valóban a hétköznapi pénzforgalmat hordozó érmékkel. Azt is nyilván érdemes nézni, és ebben talán az okleveles források is már elég támpontot jelentenek a 13. század első harmadában, második harmadában, hogy hogy néz ki a pénzforgalom, mennyire monetarizált a társadalom, és mennyire a pénz érme hordozza ténylegesen a pénzforgalmat a hátán, mert abban az esetben, ha az látszik, hogy itt a pénzérme visszaszorul, és én nekem ilyen emlékeim vannak, akkor azért egy kicsit el kell gondolkodni az ezüst szerepén, és ebből a szempontból izgalmasak lehetnek ezek a braktáták is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kérdés egyáltalán nem zárható még le, megnyugtatóan semmiképpen sem. Mi semmiképpen nem gondoljuk azt, hogy itt a mi véleményünk az egyedül üdvözítő, nem is kinyilatkoztatásként fogalmazzuk meg. Sok minden változhat természetesen újabb leletek előkerülése után, újabb összefüggések tárulhatnak föl. Én szerintem ez egy abszolút nyitott kérdés, és nagyon örülök, hogy a Balázs és mások is ezt a témát folyamatosan napirenden tartják, mert szerintem itt ez még alakulni és változni fog. Köszönöm szépen! Még akkor még egy kérdés, és mit szólt ahhoz, Marci, hogy gyakorlatilag minden honfoglaláskori halócsebe ilyen pénzekkel van tele? Tehát itt nem a leletekről, tehát amit a Trixi írt, hogy el kell különíteni a tezaurát és forgalmi pénzeket, hiszen minden haló zsebébe ilyen pénz van. Hát tehát, hogy minden napi pénzforgalomban ezt használják 1241-42-ben. Válaszolhatok? Persze. Természetesen, igen. Jó. Én még nem menekültem háború idején, viszont beszéltem olyan emberekkel, akik igen, és rendszerint a zsebüket nem a hétköznapi pénzforgalmat szolgáló apró pénzzel szokták teletömni, hanem kifejezetten tezaurálásra alkalmas tárgyakkal. Tehát az, hogy valakit lemészárolnak a tatárjárás idején, és ilyen tárgy van nála, sokkal inkább azt mutatja, hogy a menekülésére készült, és valószínűleg nem két sört akart venni meg egy zsemlét a közértbe a következő napon, hanem egyszerűen arra készült, hogy itt lehet, hogy hosszabb távra el kell távozni, és ezért értéktárgyakat, értékes érméket teszel maga mellett. Én ebben nem látom azt, hogy azért, mert valakinél ilyen van, az a hétköznapi pénzforgalom hordozó lenne egy háborús helyzet esetén. Ha ez egy békeidőben történik, akkor hajlandó vagyok ezen elgondolkodni, de háborúban egyáltalán nem. De figyelj, hogyha köszönöm minden szépen, bocsánat, most hagyjuk.
ragadjam meg én a lehetőséget, hogy mondjak erre valamit. Egyrészt azért, mert az időből kezdünk kiszaladni, és akkor azt is hozzátenném, hogy az egyik elképzelés ezzel a műhely beszélgetéssel az volt, hogy egyrészt új információkat kapjunk egészen friss kutatásokról, mint ahogy ez a mai alkalommal is megtörtént. Másik pedig, ezt talán kevésbé mondtuk ki, de akkor azt gondolom, hogy sikerült most egyértelművé tenni, hogy azonosítsunk olyan vitakérdéseket, amiben a szakemberek között nincsen egyetértés. És akkor még itt rögtön hozzátenném, hogy közben volt két megjegyzés is. Az egyik, ami arról szólt, hogy a numizmatikai közlönyben hamarosan lesz egy cikk, ami a Sibrit Dombi feltárás kapcsán a IV. Béla ifjabb királyi veretekhez kapcsolja a brakteákákat, illetve egy másik megjegyzés, hogy a szanki leleteknél milyen érmek kerültek elő. Most arra sajnos nincsen lehetőségünk, hogy mindezeket a kérdéseket itt most együttesen megbeszéljük, de akkor én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan témát találnunk, amire érdemes egy külön alkalmat rászervezni, és akkor én azt javasolom, hogy a most az vitában résztvevők, és mindazok, akik egyébként is ehhez a témához értenek, és hozzászóltak, vagy hozzászólnának, akkor legyen egy külön alkalom, amikor ezeket az éremverési kérdéseket, és én még azért azt is hozzátenném, hogy itt valóban pénzforgalomról is szó van, említésre került az a sok-sok mérleglelet, aminek a száma most eléggé rendesen megnövekedett, hogy ezekről egy külön alkalom jegyében is szó essen, és én nem akarom azt mondani, hogy erről ne vitatkozzunk, hanem éppen ellenkezőleg legyen erről egy külön alkalom, és akkor én arra mindenkit tisztelettel már most meghívok, hogy erről egy vitát folytassunk. Viszont én egy pillanatra még szeretnék visszatérni, itt volt egy másik kérdés, ami egy másik téma kapcsán hangzott el, ez pedig az, hogy mi a helyzet a Csepel-szigeti településekkel a tatárjárás idején, és én biztosan azt tudom mondani, hogy nem tudom rá a választ, sokat gondolkoztam, én mostanában írtam egy cikket erről a Dunai Védvonal kérdéséről IV. Béla védelmi politikájában, és hogyha ez fölmerül, akkor egyértelműen a Csepel-szigetnek valami szerepének kéne lenni ebben a dologban, de nem sikerült számomra meggyőző érvet találni. Nem tudom, hogy van-e a hallgatóságban bárkinek erre vonatkozóan megjegyzése, vagy esetleg válasza. Most nem látok senki jelentkezőt, viszont, de Romhányi Beatrix, tessék. Bocsánat, szóval, hogy milyen szerepe volt konkrétan a tatárjáráskor, ezt valószínűleg nem fogjuk tudni megmondani, de hogy valami történt ott, az meg látszik. Tehát van Szigetcsépen egy kincslet, van Ercsiben, ott mondjuk írott forrás mondja azt, hogy azért ott a tatárok pusztítottak, a szigetnek az északi végén is vannak arra utaló nyomok, hogy a tatárok is megnézték a Csepel-szigetet, úgyhogy valamilyen módon biztos, hogy ott egyébként királyi birtok, szóval azért szerintem az eléggé jól látszik, Veszprémi László éppen arról fog beszélni, hogy volt-e stratégiája a mongoloknak. Hát nem tudom, hogy ő mit fog erről mondani, én azt látom, hogy azért a királyi birtok az nagyon erősen célkeresztben volt. És ilyen szempontból a Csepel-sziget egész biztos, hogy a célkeresztek egyike volt. Köszönöm szépen, és akkor én azt mondanám most, hogy mivel mi eredetileg úgy terveztük, hogy nagyjából 7 óra körül ezt a beszélgetést befejezzük, és mivel azt gondolom, hogy sikerült egy nagyon izgalmas vitakérdést találnunk, amit biztosan nem fogunk tudni még a megnyújtott és hosszabb beszélgetési időben sem megbeszélni, akkor én most
ezúton szeretném meghívni mindazokat, akik ebben a vitában most vagy szóban, vagy írásban részt vettek, és még másokat is, hogy lenne akkor egy olyan következő műhelybeszélgetés, ennek az időpontjáról egyeztetnénk, hogy nyilvánvalóan mindenki biztosan ráérjen, ami ezeknek az érmeknek a verésével, forgalmával, tezaurálásával és ehhez kapcsolódó kérdésekkel fog foglalkozni. Úgyhogy akkor én ezügyben mindenkit fogok keresni egy időpont egyeztetésre, és akkor, ha már Romhányi Beatrix külön említette is, akkor én most még egyszer visszatérnék arra, hogy a másik programsorozatban, tehát ami az egyes előadók előadásairól szól, december 6-án 17:30 lesz a következő előadás, Veszprémi László, volt-e stratégiájuk a mongoloknak, amelyet szintén Zoom-on lehet követni, online előadásra fog sor kerülni, és az előbb említett egyeztetés eredményeként pedig én szintén jelentkezni fogok azzal, hogy egyrészt a régészeti műhelybeszélgetéseknek mi lenne a következő programja, másrészt, hogy mikor kerülne sor erre a elsősorban pénzekkel és érmekkel kapcsolatos külön beszélgetésre. Úgyhogy én ezzel most nem be akarom rekeszteni ezt a egyébként rendkívül érdekes és számomra is különösen izgalmas beszélgetést, inkább lehetőséget adnék arra, hogy a résztvevők egy-egy komolyabb hozzászólásban kifejtsék az ezzel kapcsolatos véleményüket. És akkor én ezzel most el is köszönök. Köszönöm szépen, hogy ilyen népes hallgatótábor volt itt, és ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy van értelme ilyen műhelybeszélgetéseknek a megtartására, és akkor várok mindenkit a következő alkalomra, és különös tekintettel a most megkezdett, de mindenképpen folytatandó vita résztvevőire. Úgyhogy viszont hallásra, köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét. Szervusztok, viszont hallásra! Köszönjük!